mai estét, hogy már én is kivegyem részem a hudvariaskodásból, hát én azzal gondoltam elkezdeni, hogy ennek a képanyagnak és a hozzá kapcsolódó szövegnek, amit három részletben majd abszolválódni fog, tehát magyarul valamilyen értelemben teljesíteni próbálom majd, annak az előzményeiből felolvassak három mondatot, nem lesz több. Ez pedig így szól, a dátuma ennek 1992, tehát amikor ezek a sorok írottak és először nyomtatásba kerültek. Ez egy kiadvány, gondolom ezzel már találkoztak. Ez már harmadik kiadás, ez 2002-ben jelent meg, hát most már negyedik vagy az ötödik készülődik elő. És akkor ennek így kezdődött a bevezető szövege. Kiadványunk anyagát először a kiskunhalasi csontvári stúdió közönsége láthatta, vagyis ezt a képanyagot, négy egymást követő tábor keretében. 1983-ban Csontvári és a napút, 1984-ben Csontvári téridő szemlélete, 1985-ben Csontvári mitikus történelem szemlélete, 1986-ban Csontvári a kortársak között címen. Most jön egy zárójeles mondat. 1986 őszén az első három kiállítás egyesített képanyaga a Fővárosi Óbuda galériában került közszemlére. Pont zárójel bezára, és most még egy mondat, mert ez eddig csak kettő volt. A kiállítások anyagának összegyűjtésében nélkülözhetetlen segítséget nyújtott a kőolaj és földgáz bányászati vállalat kiskunsági üzeme, személy szerint Rajnai Miklós közművelődési előadó. Most lehet tapsolni. Azért gondoltam, hogy az elején felolvasni, hogy ugye szoktuk idézni ezt a latin mondást, ami hát folytatódott eredetileg, de mi mindig csak az elejét szoktuk idézni, ez a habent sua fatali belli. Tehát megvan a maguk története a könyveknek, ami aztán folytatódik az eredeti szövegben, de hát általában ennyit idéznek belőle. Nem csak a könyveknek van a történetük, hanem annak az életműnek is, amelyről most itt különböző szemszögekből vizsgálódva megpróbálok hírt adni. Ez a Csontvári Kosztka Tivadar életműve, és hát azon belül is egy olyan vállalkozásnak, amelyik hát meglehetősen újdonságnak számított, amikor ezt elindítottuk 1983-ban. És amikor ezt három évre rá az Óbuda galériában bemutattuk, akkor utána interjúk hát készültek különböző kollégákkal. És a mai napig emlékszem rá, hogy egy ilyen interjú a televízióban lezajlott, most nem mondom az illető nevét, kollega volt, már nem él az illető, egy elég jó tollú újságíró volt tulajdonképpen, de művészettörténész is volt. És amikor megkérdezték tőle, hogy erről a felfogásról, ahogyan itt bemutatják Csontvári Kosztka Tivadart, mi a véleménye, akkor azt mondta, hogy ez botrány. És akkor megkérdezték, hogy mégis hát valami minősítést csak mondana róla, szóval ez minősíthetetlen. Most ez a vélekedés gyakorlatilag mai napig fönnmaradt. Erről a fajta közelítésről, tehát tudni kell, hogyha valaki most végighallgatja ezt a hármat, akkor ne rohanjon rögtön az első művészettörténész ismerőséhez, hát lelkendezve, hogy most valami újat hallott Csontváriról, mert nem fogják díjazni. Tehát ez a közelítés, jól lehet, itt eléggé keményen dokumentálva vannak a dolgok, tehát itt is most az előadásban majd, meg hát annak idején a kiállításokon és meg a könyvben is, senkit nem érdekel. Kialakult már egy kép az őrült festőről, akinek az őrültségét viszont már megbocsátjuk. Nem tudom, érthető-e. Tehát ő most innentől kezdve apagyilkosnak van hirdetve, de semmi baj, megbocsátunk neki. Tehát nem apagyilkos. Nem baj, mi már megbocsátottunk neki. Nem tudom, érzékelik. Tehát az aljasság egy olyan fokozata, hát amit az ember már nem is tud kommentálni. Tehát őrültnek titulálták, hogy semmi köze nem volt semmiféle ideg elváltozáshoz, de az ég világon semmi feléje se járt, semmiféle se ideg klinikának, se vizsgálati helyszínnek. Tehát ezt csak a nagyon jó szándékú, itt természetesen az idézőjelet kihallják nyilvánvalóan, amit én mondok, nagyon jó szándékú kollégák híreztették el róla, olyan eseteket hozva be a köztudatba, ami vagy nem úgy volt igaz, vagy egyáltalán nem. Majd meglátjuk, hogy a viselkedése és a világlátása
valóban nagyon keményen és nagyon határozottan eltér az átlagos vélekedéstől és életviteltől. Tehát ha úgy tetszik, lehet rámondani, hogy deviáns. Tudjuk, hogy deviáns az tulajdonképpen egy értéktelen minősítés, tehát semmit nem jelent, csak azt, hogy az átlagtól eltér. Deviáns, ez szó szerint ennyit jelent. Tehát azt jelenti, ha én azt hallom, vagy éppen mondom Csontváról, hogy deviáns, az azt jelenti, hogy egy átlag életviteli modelltől eltér. Kétségtelen így van. De ez nem jelent őrületet. Tehát nagyon sokan vizsgálták már Csontvárit, festményeit épp úgy, mint írásos hagyatékát, és méghozzá kézírásos hagyatékát is. És ezt tudjuk, hogy a kéziratok, ha nagy tömegben maradnak ránk, és elég széles skálájából az életműnek, tehát nem egy év vagy egy hónap leforgás alatt készült írásokban, abból perdöntően lehet ítélni. És kiváló grafológus szakértőink vannak. Éppen a grafológiai társaságnak a vezetője, most nem tudom milyen szinten, titkár, elnök vagy valami, ez már az ő dolguk, őt úgy hívják W-vel V. Barna Erika. Egy nagyon kiváló valaki, és hosszan tanulmányozta a kéziratait Csontvárinak, és egy megható, gyönyörű előadást tartott a grafológiai egyesületnek a rendezvényén. Teljesen meg voltam hatva, hogy ennyire szépen, tisztán értékel egy életművet egy teljesen kívülálló szemével, mert nem a festészeti, hanem az írásos hagyatékát. És annak is a jellem és a tudatállapot szempontjából az értékelését adta. Hát először is teljesen kizárt bármiféle elmebeli, kóros elvállás, teljesen kizárt. Tehát aki ilyet állít, az saját magáról állít ki bizonyítványt. Másik egy olyan kiváló jellemkép a határozottságtól, a szervezőképességen keresztül, ez mind olyan, ami teljesen kizárja, hogy a devianciája az kóros jellegű legyen. Sőt, a korában, maga korában egyszerűen egyedinek tűnt az a szervező képesség, ahogyan ő ezt az életviteli tényleg elég sajátos modellt át tudta vinni a gyakorlatba, soha senkivel nem pofoszkodott, senkivel nem vitatkozott, soha olyan nem fordult elő, hogy ő elment volna egy helyszínre, és ne tudta volna odaszállítani az olykor hatalmas méretű vásznakat. Ezeket a vásznakat egyedül abban az időben Brüsszelben szőtték. Tudjuk, a vásznak az a kritériuma, hogy milyen széles a bordája. Tehát azt úgy kell, akkor megszerkeztem ezt a szövőgépet, és ilyen akkor, nem tudom, ma van-e egyáltalán máshol, akkor csak Brüsszelben volt. Most gondoljuk el Brüsszelből megszervezni, hogy elszállítsák Bálbegbe. Ugye? Na most ezt egy őrült, tehát el tudjuk tételezni, hogy valakinek tudom, hogy rossz elme működése van, és akkor ezt mind saját maga, senki segítőtársa nem volt. Megszervezte, holott akkor még egyetlen vasútvonal volt, ez úgynevezett Bagdad vasút, ami az egyik oka volt az első világháború kitörésének, ezt a németek szervezték meg, ez akkor még török birodalom volt. Utána onnan már Tevehátó kellett szállítani, tehát minden úgy megszervezni, hogy a maga idejében ott legyen. Ha láttunk ilyen felvételeket most Bálbekről, hát ott azért nem ideálisak a körülmények, nem most végképp nem, de akkor sem ideálisak a festésre. Miért? Hát azért, mert erős szél fúj, most ha én fölfeszítek egy ekkora vásznat, nem tudom, láttuk-e a Bálbeket, hatalmas vászlat. Hát a Taormina, amely jóval kisebb annál, hát az 20 négyzetméter. Nem is tudom most megbecsülni, mennyire lehet 30 négyzetméter. Hát gondoljuk el, ezt fölfeszíti, és jön a szél. Hát ez maga egy vitorla. És megoldja, hogy soha föl nem kapta a szél a vásznát, végig tudta ott a helyszínen festeni, olyan festékekkel, amiket saját maga kevert ki, ezért a mai napig semmit nem változtak értékünkben. Tehát ezek a festékek, ezek nem sötétültek be, mint ahogy ugye a Munkácsi életművében, vagy a kortársai, nem csak Munkácsinál, tehát a kortársainál, hát bizony olykor teljesen eltűnik már ebben a bitumenes alapban a színes kép. Tehát nála semmit, de semmit nem koptak, olyan, mintha tegnap feltette volna a lecsetet. Ami rajta van, az csak porréteg, az is nagyon vékony, tehát szinte semmit nem rongál azon a képen, illetve a hatásán. Na most
ennyit azért kellett előre bocsátani, hogy kapjak már fölmentést az alól, hogy most védenem kelljen az őrültség vágyától. Mert még mindig lehet találkozni ezzel a nézettel, ja, az őrült festő. Nem volt ő. Az ő korában az őrültség egyébként már majdnem, hogy epitheton ornansnak, tehát dicsőítő jelzőnek számított festői berkekben, gondoljuk egy Van Goghra, aki tényleg elmegyógyintézetben végezte, gondolj akár Munkácsira, utolsó 4 évét elmegyógyintézetben töltötte. Semmit nem von le az értékéből, az életművéből. Vagy hát gondolj Gulácsira, aki szinte az egész életművéből, Gulácsi Lajos kortársa volt. Munkácsi, hát késői kortársa, tehát fiatalabb korosztály Munkácshoz képest, Csontványnak pedig gyakorlatilag teljesen kortársa volt. Tehát azt jelenti, hogy az életművéből, hát hogy mondjam, semmit nem volna az értékéből az, hogy hát bizony ő jó részt, de a javát az életművének elmegyógyintézetben festette, magában az intézetben. Tehát nyugodtan fölmenthetnénk, de olyan vállalom már nem etsük föl, amilyen vád indokolatlan. Úgyhogy minden esetre ezt a kérdést én befejeztem, bemutatom Koszta Mihály Tivadar, itt még a Csontváry név egyáltalán név nem fordul elő, és nagyon röviden száguljunk végig az élettörténetén is, mert nagyon sok mindent nem fogunk megérteni a művészetéből sem, ha az élettörténetek legalább egy-két hát a döntő mozzanatával nem ismertünk meg. Ebből egyet-kettőt föl fogok olvasni. Mégis nagyon jól írt, rendkívül plasztikusan, tehát ahogy írja a dolgokat, az emberek azonnal megjelennek. Tehát az a fajta vizualizálása a világnak, ami aztán hát festészetében egészen elementáris erejű, az írásaiban is megvan. Én azonnal magam előtt látom. Tehát ha nem jártam egy-egy helyszínén is, de ő leírja, abban a pillanatban megjelenik. És ezzel nem csak én vagyok így. Meg én nem festek, nem tudok, nem írok, nem olvasok. Tehát ez egy átlagos, hát hogy mondjam, képesség terméke, hogyha mégiscsak látom. Tehát született, és itt most nagyon fontos dátumokat mondom. Nem lesz sok ilyen adat, tehát 1853 és július 5-e. Na most miután egyik kulcsfogalma, majd mindjárt eljutunk oda, de biztos hallottak már róla, az ő művészetének a napot. Ez kulcsfogalom, majd látjuk, mert még egy ilyen kulcsfogalma van, de hát 2 perc múlva odaérkezünk, tehát most csak előre bocsátom. Ezért nem árt, ha a napúton elhelyezzük ezt az évet is, meg ezt a napot is. Tehát ha a napútat mi az zodiákus, illetve ekliptika magyar hát szinonimájának tekintjük, és erre minden okunk megvan, de erről mondom 2 perc múlva lesz részletesen beszámoló. Tehát akkor az 53-as év, 1953-as év, ez a bivaj éve. Most a bivaj, az a keleti állatőkben, tudjuk, hogy a keleti állatőkben éveket is meg, ugyanezzel a 12-essége jelennek. A bivaj éve az a rák tulajdonságoknak felel meg a nyugati állatokra. A rák az pedig magának az önfeláldozásnak a közege. Az, hogy ez férfinél hogy jelenik meg, nőnél hogy, művésznél hogy, és így tovább, vagy politikusnál hogy, ott gyakorlatilag egyáltalán nem jelent meg, de mondjuk, ha megjelenne, milyen lenne, akkor tiszteltek időtelen. Tehát bár többnél jelenne. Tehát lényeg az, hogy ez mindig azt jelenti, hogy most egy mondattal hadd jellemezzem, a rák havának a keresztény hát hagyományban, tehát az evangéliumban megfogadott hagyományban keresztelő Szent János jelenik. Tehát a képviselője, és az ő jelmondata fejezi ki legtisztábban, hogy mit jelent a rák tulajdonság mező. Ez egy hónapnyi tulajdonság, amelyik a nyári napfordulóban indul. Tehát ott van a legtöbb fény. És ennek megfelelő magatartás mintázat, ez így szól, ez most keresztelő Szent Jánosnak a megfogalmazása. Nekem alá kell szállnom, hogy ő fölemelkedhessék. Tehát ez a lényeg. Ez az az alaptendencia, ami meghatározza a rák tulajdonságokat, és ennek a keleti megfelelője a bivaj. Nálunk egyébként nem bivajként szokták népmességben ezt a tulajdonságot megjelenteni, hanem ökörként. Mert az ökör az azt jelenti, hogy ott egy olyan áldozatról van szó, de végig ez a fajta áldozat természetesen sokkal mutatósabban jelentkezik a nőnél. Miért? Mert abban a pillanatban, hogy fogant, onnantól kezdve egyfolytában magából áldoz azért, hogy egy másik élet gyarapodjék.
Tehát a nő esetében ez látványosan is, meg hát, hogy mondjam, csak társadalmi értelemben pedig hát egy díjazott módon. Egy normális társadalom ezt azonnal, ahogy észreveszik, díjazzák. De úgy, hogy nagyon komoly módon, tehát nem csak úgy, hogy helyet átadnak neki, vagy előre engedik egy sorba, hanem meglát valamit és rácsodálkozik, azonnal viszik és adják oda. Na jó, de férfinél ilyen nincsen. Mert a férfi fiziológia nem változik a fogantatás pillanatától, tehát ő lehetne akár bika is. Ha ő mégiscsak visszafogja magát, addig, míg a felesége ugye növekszik terjedelmében, majd szoptat, és ezért nem tud olyan értelemben szolgálatára állni, hogy korábban, hát ez bizony azt jelenti, hogy ökörré minősíti magát bika helyett. Pedig lehetne bika is. Hát ott a szomszéd azt mondja, alig már. Ezt csak azért mondom, hogy érzékeljük ezeknek a jelzéseknek, ahogyan egy-egy hónap különbságot jelzik, mindig megvan a maga, nagyon jól fogható, nagyon jól azonosítható alapja. És ilyen módon, ha valaki a biva évében születik, erre szoktuk mondani, ezt predestinált, tehát eleve eldöntött egy bizonyos életpályára. Hogy ezt azt vállalja, betölti-e, nem vállalja, és itt ha egyetlen tud-e róla, az egy más kérdés. Na most, ehhez képest az évkörön belül, tehát most egy éven belül, július 5-én születni, ez mit jelent? Ez melyik hónap? A rákhava természetesen. Méghozzá a rákhavának ez a kellős közepe. Tehát ha fokokban számoljuk a napokat, ez pontosan az a pont, ahol átfordul, 30 napban számolva, 15. fok. Na most ez egy rendkívüli erejű, a naput fogalomkörében vagyunk, tehát ezt hangsúlyoztam az elején. Ő ebben a fogalomkörben alkohol. Tehát ez egy olyan erőben léti hely, ami az egész évben páratlan erejű, és kifejezetten az önként vállalt áldozatnak a, hát hogy mondjam, a bolygó erőn léti kifejtődéséhez segíti hozzá. Melyik bolygó lehet itt erőben, hogyha ez az ingyen kegyelem gyakorlására indítja, ilyen csak egy Jupiter természetesen. Hozzáteszem, hogy Jupitert egészen a 19. század elejéig jól dokumentált módon a pásztoroknak a nyelvezet, hogy a pásztor az éjszaka is tájékozódik, sőt, főként éjszaka. Tehát neki a munkaideje nem jár le a nap lementével, hanem éjszaka is dolgozik. Tehát neki nagyon kell ismerni régóta. Tehát a Jupitert a magyarok csillaga néven tartják számon. Ezt azért jó tudni, mert itt nincs ilyen, hogy de nevezték el a másikat. Nem, csak a Jupitert nevezték magyarok csillagának. Rengeteg ide van, az adatunk van. Ha valakit érdekelnek ezek az elnevezések, akkor az Öreg Csillagok című Torockai Vigand Ede által összeállított és végül füzetben megtalálják, ezt pedig általában lehet még ma is kapni. Ezt újra és újra kiadják. Tehát be lehet szerezni, az lenne az igazán ideális, ha valaki jegyezni ezeket a dolgokat, hogy milyen könyveket szerezzenek be, mert gyakorlatilag egy forrásból be lehet mindegyiket szerezni. Tehát azt jelenti, hogy Torockai Vigand Ede, ez egy nagyon kiváló építőművész volt, Kós Károlynak volt barátja, sorstársa, kortársa, munkatársa, és az ő műve, ő összegyűjtötte elődeinek a nagyon kiválóan hát, adatolt munkáiból a legfontosabbakat, és ilyen módon mai napig használó szép nyelvezeten, saját rajzaival illusztrálva, kiváló rajzoló volt egyébként, az Öreg Csillagok címmel 1914-ben, először utána 16-ban, és azóta most megint nem tudom, hanyadik kiadásánál. Ennyit erre, ez szükségünk ezt a továbbjában. Tehát, adva van egy olyan személy, aki születik egy egészen érdekes családi közegbe, nem ővele kezdődik az érdekességek sorozata a családban. Az apja bizonyos értelemben talán még érdekesebb személyiség volt, mint ő. Olyan az életműve, amit maga után hagyott, szinte nyomtalan leveszett, viszont már szóval úgy értem, hogy nem anyagba fogalmazta az életművet, viszont a pályafutása az következő hát vonalakon zajlott. Egy, kiváló vadász volt. Na most, kettő, rakétákat gyárt. Bármilyen furcsa, ezek működtek. Működtek viharban, működtek tiszta időben, nem sodorta el őket a Duna, sem szélvész.
Tehát ezeken a majálisokon, amelyek abban az időben még nem a munkásosztály nagy nemzetközi ünnepének számítottak, május 1-e valaha a majálisnak volt az ide, tavasz ünnep volt. Tehát azt jelenti, hogy akkor valóban ifja, öreggel összegyűlt a településnek, én még vettem részt ilyen majálison, Nagykőrösön. Akkor kimentünk a nagy erdőbe, és akkor tényleg volt ott ennivaló is, tehát amit ma mondanánk, hogy ilyen sátrakkal vagy egyenekkel kijöttek a városok, persze, az is hozzátartott az élethez, és egy felszabadult, tiszta életöröm volt. Na most ilyen nem például rakétákat gyártott, működtek kiválóan, aztán természetgyógyászok. Tehát az a feladatkör, amire majd vissza kell utalnunk, mert hát bizony a fiatal Kosztka Mihály Tivadar az apja mellett bejárta a Tiszavidéket, és mit csináltak? Gyűjtötték a gyógyfüveket. Ugyanis annál nagyon nem mindegy, hogy hol gyűjtöm, meg hogy mikor gyűjtöm. Tehát azt is tudni kell, hogy ez egy olyan mesterség, illetve hát már művészetnek lehet mondani, ahol most nem túlzok, tehát nehogy azt tudják, hogy most nagyot akart mondani, milliós nagyságrendnek kell adatokkal tisztában lenni, de halálos pontosan. Mert nem elég az, hogy én rengeteg fűnek, fának, egyébnek ismerjem a nevét, és azt, hogy mire jó, hanem azt is, hogy az mikor, és virágzik-e, vagy termést hoz, mert nem mindegy, hogy most termését használom, virágját használom, gyökerét használom, szárát használom, szárazon használom, nedvesen használom, tehát ez mind szorzószám. És ez azt jelenti, hogy ennyiféle, és mindegyik természetesen másfajta vajokra jó, tehát ugyanannak a növénynek is a különböző részei. Na most ő ezt a képzést megkapja az apja mellett, sőt, az apja gyógyszerészként is működik, és most ne tessék szörnyűködni, mert akkoriban még nem kellett egyetemi végzettség a gyógyszerészethez. Tehát Csontváry még nem ezen a néven, hanem Kosztka Mihály Tivadar néven, az apja mellett bizony kitanulja a gyógyszerészeti mesterséget. Csak hogy egyszer csak bevezetik, na konszolidálódik ugye az ország, elzárkodunk Ajhotához, és akkor bevezetik azt, hogy állami gyógyszertár hálózatot alakítanak, kezdve se gyógyítani nem gyógyíthat az illető, sem gyógyszert nem forgalmazhat, ha el nem végezte az egyetemet. És az apuka 60 éves kor után beiratkozik az egyetemre, és már a fia segíti pénzügyileg, és elvégzi az egyetemet. És utána csinálja ugyanazt, mint addig, csak most már engedélye. Most a fia szintén beiratkozik az egyetemre, ő nagyon sok mindent tanul, a legkevesebben gyógyszerészetet, mert azt már az apja mellett megtanulta. De például Kornosztant tanul, kiváló Kornosztoknál, név szerint ismerünk, de ebben most nem megyek bele, csak azt szeretném jelezni, hogy nem volt ám egy bugyuta ember. Szóval nem volt egy ilyen vadzseni, mint aminek megpróbáljuk beállni, autodidakta. Dehogy volt autodidakta. A legszélesebb körben képzett és kiváló képzett valaki volt. És ez az első képzési szakasza, ez már önmagában is rendkívüli hát, skálájú, mert ugyanakkor, hát ő mint önkéntes, tudjuk mit jelentett akkor önkéntes, tehát valaki elvégezte az egyetemet, akkor elmehetett önkéntesnek, és akkor hamarabb leszolgálta a katonaság, utána mehetett, házasodhatott, és hát nyithatott hát önálló boltot, vagy azt, amit éppen akart nyitni. Na, a lényeg az tehát, hogy jogi pályát is kitalálta. Tehát neki sokkal szélesebb volt a műveltsége, mint bármelyik kortárs festőművésznek. Ezt mindjárt az elején nem árt tudni, pedig még egyáltalán nem is érdeklődött festőművészetben. Ez még csak egy ilyen alapképzés volt. Na minden esetre eljön az 1879-es év, ezt mondjuk Szegeden a tragédia és az újjászületés évének tekintik mai napig, ez az, amikor a nagy szegedi árvíz, hát elmostani és ő ekkor még éppen benne volt az egyetemen, és pillanatok alatt megszervezte azt a kis csapatot, amelyik hát az ő vezetésével áttört a vesztegzárat. Nem tudom, kell ezt ennyire részleteznem, mert itt egy jellemvonást szeretnék most hát, körvonalazni, és azt is, hogy hogyan lehetett ezt a jellemvonását kiforgatva, mint egy az őrültség jelének kikiáltani. És itt miről volt szó? Tényleg percek alatt meg tudta szervezni ezt a csapatot,
és akkor gondoljunk bele, minden árvíz esetében vesztegzárat, méghozzá katonai vesztegzárat rendelnek el. Miért? Hát azért mindent fölhoz a víz, tehát fertőzés veszély van, nem szabad sebe menni, se kimenni onnan. Most ő elintézi, hogy minden pofoszkodás, veszekedés nélkül beengedik a teljes csapatot. Hogy csinált ezt, csak ő tudja? És ezt hogy kapja vissza ő később a méltatóitól? Hogy na lám, a megalomániája már akkor is kidomborodott, mert mindenáron ő akarta vezetni a csapatot. Nem mindenáron akarta vezetni, ő volt a legidősebb. Tehát egy normálisan működő társadalomban, ha nincs ellenér, akkor mindig a rangidős vezet. Automatikus. Miért? Mert elvileg megkérdezett a legtöbb tapasztalat. Tehát ha valami más ezt nem veri keresztbe, ezt a szempontot, automatikusan. Most ő évekkel volt idősebb, mint az évfordulás. Tehát teljesen magától értetődött, hogy ő, hát ha még szervező képességes volt, hát megnyilvánul. Tehát szó sincs semmiféle megalomániára. Aztán még föl szokták hozni, hogy a beadványjal fordult a minisztériumhoz, hogy a sejemhernyő tenyésztést be kell vezetni, és ezáltal a már akkor is rendkívül lezűlesztett, magától egy magyar gazdaság soha se zűlik le, gondolok így. Tehát a már akkor is művileg lezűlesztett magyar gazdaságot, azt föl lehet hozni. Most erre mondják, na ez aztán tényleg az őrültség jele. Egyáltalán nem az őrültség jele, az ő egyik felmenője, ugyanis a Felvidéken, Mária Terézia idejében kormánybiztosa volt ugyanennek a programnak. Tehát ez nem először Csontváry, mint Kosztka Mihály Tivadar javasolja, hanem ennek előzményei van. Tehát Mária Teréze idején ez már egy gazdasági program volt. És ennek éppen az ő egyik felmenője volt, hát a legmagasabb szintű intézője. Kettő, Széchenyi maga is javasolta. Akiről aztán nem lehet elmondani, hogy gazdaságnak éretlen vagy őrült volt. Tehát ez annyira kézenfekvő módszere lett volna az ország gazdasági talpraállításának, hogy a legkiválóbb elmé. Rákos idején is ült gyerekből, amikor Rákos is őrült volt? Már nem is szert, igen. Már nem is szerettem elfelelni. Én is elégszem rá, gyerekkoromban volt. Tehát az más kérdés, hogy aztán ezt kiállította le, mikor vagy hogy volt az megszervezve, de kérdésképpen a maga a program, az iskolák lehetett volna ez. Ezt szinte ingyen, tehát minka elő az adott lett volna. Nem is tudom, hogy az miért állt le. Talán azért, mert túl jó volt. Valószínű. Csepel motorkerékpárt miért hagyták a gyártásra? Hát a világ legkiváló motorkerékpárja. De legkiváló. Tehát ne is menjünk bele, mert itt akkor rögtön rákérdeznek, hogy na jó, akkor ki az alanya ennek a mondatnak. És akkor azt mondom, teljesen fölösleges megnevezni, mert mire már kimondom, már megváltoztatta a nevét. Tehát teljesen mindegy, egy biztos, hogy azért ez működik. Hát akkor, hogy nem nevezzük nevét, azért ez működik. Tehát lényeg az, hogy a ilyenfajta működése mindegyik abszolút racionális volt, mindegy teljesen pontosan tudta, hogy amit ő javasol, az milyen határidőn belül és milyen eredménnyel fog végződni. Na ennyit akkor a magánéleti dolgairól. 79-ben tehát ott egy olyan helyzetbe kerül önhibáján kívül, hogy elsodródik tőlük az a jármű, amelyiken ők a töltésre érkeztek. Hát ott mentettek, illetve erősítették a töltést. És ott maradt egy olyan éjszakán, ami iszonyatosan hideg volt, hatalmas szél volt, és verte a jeges hideg esőt rájuk. Ő pedig könnyedén volt öltözve. De azt jelenti, hogy életre szóló betegséget kapott. Ez a bronchitis formájában jelent meg. Most a bronchitis ma is egy elég keserves dolog. Ha nem kezelik tűrhetően és idejében, akkor nagyon könnyen átmegy asztmába, és utána aztán a keresztet lehetne vetni rá, mert az a mai a orvos tudomás tudott kezdeni. Tehát nála is egy nagyon erős bronchitis, folyamatosan tüdőgyulladás veszélye, mert tudjuk, hogy az, ha nem vigyáznak rá, azonnal megy tovább. Most a tüdőgyulladást viszont akkor még nem tudták gyógyítani. Tehát az én dédapám ebbe halt bele. Pontosan abba halt bele, fiatalon, hogy szekér úton ment, és jeges eső elkapta, nem tudott hova bemenni, mire már hajlékba jutottak, kész volt. Tehát egyenesen tüdőre ment, és már véges volt. Tehát ennyit erről. A betegségnek nagyon komoly következménye lesznek az életében. Bizonyos dolgokat
emiatt kellett neki az életébe beiktatni, és bizonyos dolgokból pedig emiatt maradt ki. Mindegyikre mondom egy példát, ennek a fajta betegségnek a legajánlottabb és legelterjedtebb gyógymódja az mi volt? Délvidékre lemenni, nagyon jó klímájú részekre. Na most Castella Mare di Stabia, ahonnek több képe is született, az ókor óta a legcsodálatosabb légkörű, levegőjű helyként kifejezetten gyógyhely. Már az ókorban is, tehát feljegyezték. Akkor még nem ilyen hosszú neve volt, akkor csak Stabiénak nevezték. Tehát oda a hercegek mentek, főurak mentek folyamatosan, annyira kiváló levegője. Most éppen a elmúlt napokban voltunk egy ilyen úton Csontvári nyomában Olaszországban, és az ember érezte, hogy még a mai napig is, holott már a gyárak vannak és tényleg rontják a levegőt, de még ma is a város egyik büszkesége és az egyik jövedelmi forrása. Az, hogy a levegője mit ér. Tehát ezekre a helyekre, Amalfiba, ezek mind a Nápolyből körül vannak. Aztán a Castella Mare di Stabiába, ezért ment. Tehát ez volt a dolognak a legprimitívebb egészségügyi oka. Aztán kiderül, hogy ezek sohasem csak egészségügyi séták voltak. Na most ez az, ami előre lendítette. Lehet, hogyha ezt a bronchitis nem szerzi, akkor olyan hamar, annyira, hogy mondjam, egyből nem talál rá ezekre a helyszínekre. A másik meg a vesztesége. 1916-ban koronázták az utolsó magyar királyt, és minden áron ott akart lenni a koronázása. Tehát neki a koronával valamilyen misztikus kapcsolata volt, és ezt ő leírja. Tehát ez nem mi költjük bele az életébe. Egyet, amiket én elmondok most róla, annak lehet mondani, hogy 100%-ig megvan az ő feljegyzéseiben a sajátos, tehát a saját tollából származó bizonyítéka. Én igyekszem esetleg még szó szerint is idézni, hogy ő leírja. Tehát neki ez létkérdés volt, hogy ott tudjon lenni a koronázása, és nem tudott ott lenni. És szabályosan elsiratja az írásaiban, mert annyira rátört ez a bronchitis, és ez egy rohamszerűen, tehát nyilvánvalóan itt már kezdett átcsapni a súlyosabb az asztmában, hogy egyszerűen nem tudott kérni. Nem tudott részt venni, ott volt pedig a fővárosban, tudjuk, hogy Budapesten volt akkor már ez a koronázás, egyszerűen nem tudott részt venni. Tehát ezek az első nagy, sokkoló jellegű élmények végigkísérvére. És mit csinál? Fölmegy a Tátrába, a Tátrának is csodálatos a levegője. Tehát például az én édesapámat, aki szintén tüdőbajon küszködött gyerekkorában, fölvitték Tátra Füreden, ott volt egy nagyon komoly ilyen tüdő szanatórium, és azt hiszem mai napig is működik. Tehát ezek kifejezetten tüdő, bronchitis, tehát a bronchitis magyarul a hörgulódott jelent, tehát a hörgő, illetve a tüdőnek a megbetegedéseire. Na tehát lényeg az, hogy a Tátrába megy föl iglóra. Na most igló nem először fordul elő az életében. Itt, ha egyáltalán beszéltem én már erről az előző Csontvári méltatás alkalmával, akkor nyilván ezeket nem részleteztem ennyire. Ő már korábban is volt ott. Tehát az a principális, akiről most mindjárt felolvasom a pár mondatát, az már őt ismerte. Tehát itt majdnem ilyen atyai szeretettel fogadta, ezt jó belekalkulált a történetbe, mert már volt nála egyszer ilyen gyakornoki minősége, most már ő nem gyakornok, már elvégezte az egyetemet, ő egy kisegítő, gyógyszerészként van jelen, és 1880-at írunk most már, tehát nem egészen egy évre vagyunk a szegedi eseményektől. Most innen érdemes az ő saját beszámolat, egy nagyon rövid beszámoló lesz, egyszerűen azért, mert ha én elmondanám, úgyis ezeket a szavakat használom, mert majdnem kívülről tudom, másrészt meg, hát ha már egyszer elhoztam, akkor hadd olvassam. Azt is hozzáteszem, hogy az én számomra mindig megjelenik. Szóval ez a jelenet azonnal kirajzolódik, és föl is kerestük ezt a helyszínt, majd erről később beszámolunk. Tehát hajnalban, nap-nap után a lángoló Kárpátokat figyelem. És egy délután csendesen bubiskoló tinos szekeren megakadt a szem. Egy kifejezhetetlen mozdulat kezembe adja a rajzgónt, és egy vény papírra kezdem rajzolni a motivumot. A
principálisan mesztelenül hátul sompolyog, a rajz elkészültével a vállamra ütött. Mit csinál, hisz maga festőnek született? Meglepődve álltunk, egymásra néztünk, csak ekkor tudtam és eszméltem, amikor magam is az eredményt láttam, hogy valami különös eset történt, amely kifejezhetetlen boldog érzésben nyilvánult meg. A rajzot oldalzsebbe tettem, és e perctől fogva a világ legboldogabb embere lettem. Most itt érdemes megállni, mert azt hinnénk, ezzel indult el a festőpályán, nem ezzel indult el. Ez a kísértés volt. Tehát amikor valakit egy rajz miatt megdicsér a főnöke, vagy a nagybácsi, vagy otthon a szülő, vagy bárki, és elindítja egy olyan úton, ami a javíthatatlan dilettáns útja, és utána nem lehet megmagyarázni neki, hogy te arra se jártál, amelyre a tehetséget osztogattál. És a sok-sok elvetélt, ilyen méltató zseni, ez egy-egy ilyen rossz időpontban rossz hangsúlyjal mondott dicséret, hát torszülöttje lesz. Tehát itt mondat végén is pont van, és egy új indítás van. Lehet látni olyan, mintha egy filmet látnánk, aminek ez az első fejezete, és utána snitt, ahogy szokták mondani, tehát vágás, és jön egy új felvonás. Ez eddig a kísértés, és ő belement a csapdába, mert ez a boldog érzés, ez már kezd benne kialakulni. Pedig még itt semmiféle elhivatás élmény nincs. És akkor utána új kezdés van, és innentől most megint folyamatosan olvasom. Principálisom távoztával kiléptem az utcára, a rajzot elővettem tanulmányozásra. Na, most indul az új fejezet. És ahogy a rajzban gyönyörködöm, egy háromszögletű kis fekete magot pillantok meg bal kezemben. Nyilván jobb kezében fogta a rajzot, és a bal tenyerében látja meg ezt a háromszögletű kis fekete magot, mely figyelmemet lekötötte. Erre mondjuk, hogy koncentráció. E lekötöttségben fejem fölött hátulról hallom, te leszel a világ legnagyobb napút festője, nagyobb Raffaele. Más forrásokból itt jegyzetben hozzáteszik, szintén saját kezű írásából a napúthoz, a legnagyobb szó után Csontváry az eredeti kéziratban üres helyet hagyott, és utólag írta be a napút szót. A legnagyobb szó után a következő szót nem értettem meg, folytatja az előzőt, ami önéletírási, késő időben írt önéletírásából vett idézet. Tehát a legnagyobb szó után, a napút kifejezés követett, a következő szót nem értettem meg, kértem az ismétlését, de ez nem ismétlődött meg. A kinyilatkoztatás az egy szón kívül, tehát amit nem értett meg ezen kívül, értelmes magyar nyelven szól. Rendkívül komoly hangsúlyozással, mely arról győzött meg, hogy bizonyos magasabb hatalommal, avagy akaraterővel állok összeköttetésben. Talán a világteremtő hatalommal, azzal a pozitívummal, amit mi sorsnak, láthatatlan mesternek, talán Istennek nevezünk, ahogy a természet erejének véljük, ami egyre megy. Most így gyorsan hozzá kell tenni, hogy ebből a szempontból. Tehát, hogy más szempontból soha nem keverte össze a fogalmakat. Mert tisztában voltam azzal, hogy elképzelhetetlen és kifejezhetetlen felelősség hárul rá. Nem dicsőség, felelősség hárul rá, amikor egy olyan helyre jelölt ki a sors, amelyre én magamat késznek, gyakorlottnak nem találtam. Most eddig lehetne folytatni, de az már a gyakorlati része a dolognak. A legtipikusabb úgynevezett sámán elhívással van dolgunk. Azért mondom sámán elhívást, mert a jegyzőkönyvileg rögzített anyag, amit hát, könyvtárat tesz ki ma már, annak csak töredék része a magyar lejegyzés. Nálunk sámának soha nem nevezték, tátosnak nevezték, és a legkiválóbb szakértő ennek a kérdésnek Diószegi Vilmos. Ő neki több könyve is foglalkozik ezzel a témával, sajnos ő elég fiatalon hunyt el. Na most az ő könyveiben igen sok jó adatot találunk, mai napig nemzetközi értelemben is abszolút tekintének számít Diószegi Vilmos. Tehát azt jelenti, hogy a hagyatéka önmagában is akkora, és súlyát tekintve pedig máig fölül nem múlt, hogy mai napig is
illik ráhivatkozni, ha valaki akár svédként, akár amerikaiként, akár dél-afrikaiként ezzel a témával foglalkozik. Na most, az ő lejegyzéseiből sok mindent tudunk az úgynevezett sámán elhivatásról, és azt is tudjuk, hogy ő az utolsó olyan interjút, amit egy ténylegesen működő táltossal készített, mit tetszik gondolni, hogy melyik városban készítette? Ezzel már megint elárultam. Melyik településen készítette? Nem Pesten, mert Pestnek már a szagától is idegenkednek a táltosok, hanem az első szocialista nagyvárosban, Kínaújvárosban, amit akkor még Sztálinvárosnak neveztek. És annak az előtelepülése, ami ma már viszonylag önálló, a Dunapentele. És egy Dunapentele egy születésű, akkor aránylag fiatal ember, nem is tudom már hány éves volt, 20 éves lehetett, azzal készített, tényleges képességei voltak a fiatal embernek. Hát amit illett akkoriban sűrűn titkolni, tehát nem is tudom, hogy egyáltalán a nevét közölte ebben az írásban a Diószegi Vilmos, de olyan enyhe iróniával írja már maga Diószegi Vilmos is, hogy igen, Dunapentelén még működő táltos van 1950-es években, hát ő ezt később, már 60-as években gyűjtötte, tehát a legvadabb, hát hogy mondjam, milyen antimisztikus és nem tudom, mindent, ami a hétköznapokból közvetlenül nem magyarázható, azt azonnal rendszerellenesnek, tudománytalan, egészségtalan, bélyegző korban, egyszerűen működik egy tártos, még pedig éppen ott a acélműnek a tövében. Tehát az ide vonatkozó anyag, mondom, rendkívül gazdag, és ha én most a továbbiakban sámánt fogok mondani, azért mondom, mert ezen a címen rendszerezik az anyagot. És látni fogjuk, hogy itt igen-igen sok köze van, nem csak az elhivatás élmény révén, hanem az egész működés során Csontvárinak, most már nevezzük őt így, bár még itt ő nem így kezdi el a festészeti pályáját, ehhez a rendkívüli adottságú, hát hogy mondjam, csak nem mondható foglalkozást, hanem hivatást, tehát hivatáshoz. Most akkor vegyük ezeket a sajátosságokat egyenként számba. Ezzel én azt hiszem, hogy még ennyire részletesen nem foglalkoztunk a múltkor, bár valamelyest azért említ kellett, hogy említsen. Tehát gyorsan felsorolom. Ha én most ide melléje, ezt megtettem abban a kis könyvecskében, emellé oda teszek egy már magnóval, illetve annak előzménye ez a nagy tányérszerű magnóval fölvett ilyen sámára indulést, amiben elég sokat publikáltam. Hát döbbenetes a megfelelés. Tehát gyakorlatilag teljesen pontos megfelelője ez az elhivatás élmény, azoknak a sámán elhivatás élményeknek, amelyeket általában 12 éves vagy 24 éves korban kapnak, ő 27 éves volt. Tehát azt is mondhatnánk, egy megkésett. És valószínűleg ezt is hozzá lehet tenni, ezt már magunk tesszük hozzá, és mondjuk én most ebben a pillanatban, hogy valószínűleg nagy ínségnek kellett lenni ahhoz, hogy még 27 éves korban is elhívjanak valakit. Mert egyébként ezt jóval korábban szokták. Tehát ez az elhivatás élmény, ez általában 12 éves ciklusok valamelyikén, vagy az első, tehát 12 éves korban, vagy a második 24 éves korban szokott kiváltódni. Utána már nem nagyon. Ugyanis egy érzékenységhez kötött ez az elhivatás élmény, ami aztán később már durvul, eltompul, belesimul az általános elvárásoknak ebbe a, hát hogy mondjam, statúja rendszerében. Na, a lényeg tehát az, hogy 27 éves korában megkapja, és akkor az első számú kritériuma, tehát elengedhetetlen feltétele annak, hogy valaki sámán lehessen, az pontosan ez az elhívás élmény. Tehát ez azt jelenti, hogy amikor jegyzékbe vették, részben maga, Diószegi részben kollégák, ő maga is már a kollégától idézi ezeket, az első számú feltétel, hogy ilyen sámának tekinthessek valakit, hogy elhivatás élmény volt, vagy nem. Ez azt jelenti, hogy ha nem volt, hogy hiába jár, hogy akár csak 3 napot is tártos képzőbe, naponként 20 ezer forintért, és hiába kapja meg utána a bizonyítványt, nem tártos. Ezt felejtsük el, de azonnal. Lehet valami más, lehet jó szándékú valaki, aki 3 csontot így meg tud rázni, és attól valószínűleg egyik legalább helyére megy,
Tehát ezek nagyon jó dolgok, és tényleg hasznosak is tudnak lenni, de ez nem táncos. Lehet nagyon csontkovács, lehet ez vagy az vagy amaz, de nem táncos. Na most ezek tudnék nagyon szigorú kritérium. A második számú kritérium az az, hogy kellett legyen a felmenői között hasonló képesség. Tehát olyan sincs, hogy én addig bújom a könyvtárakat, amíg a fenekemen már hatalmas ilyen szép anyajegyek lesznek, és akkor majd annyit tanulok, hogy akkor tápos leszek. Nem leszel tápos, drága. Tehát ezt nem lehet megtanulni. Ennek az első lökése az kegyelmi ajándékból jön, és teljességben részesít. Tehát ez az első. Ha ez nem történik meg, akkor hiába tanulsz, nem leszel tápos. Megint lehetsz nagyon jó professzor, nagyon jó akadémikus, lehetsz sok minden. Az akadémikus nem lehetsz, mert az bizonyos erkölcsi normákról le kell mondani, de ez végül is elvileg mondjuk lehetnél. Tehát lényeg az, hogy a második, tehát hogy kellett legyen felmenni közt, volt Csontvári felmenni közt, vagy tehát ez megint nagyon alapos kutatásnak a végén derült ki, azt hiszem említettem a nevét is, az illetve nemrég mondt el, Mezei Ottónak hívták. És valóban nagyon-nagyon szorgalmas és alapos munkát végzett. Két ágú ez a család, én most csak az egyiket fogom mondani, a lengyel ágban ott van, a reneszánsz késő időszakában, ott van egy látomásos szent. Ez a Kostka Szent Szaniszló. Ez ugyanaz a család. Ez a lengyel ág a családban. Tehát a látomásos szent jelen van. Pontosan attól lett az ifjúság védszentje, mert akkor még nagyjából tudta a társadalom, hogy kezelje ezt az esetet. Tehát ez a rendkívüli eset, nyilvánvalóan akkor is deviánsnak számított, két útja volt. Az egyikre nyilván rájövünk azonnal, ha ebben a látomásban olyan elemek jöttek elő, amik egyeztethetetlenek a hivatalos, tehát a judeokrisztián vallás előírásaival, akkor egyenes útja van. Hova? A mágiára, köszönöm szépen. Mentek is derekosan. A másik út, ha egyeztethető, akkor is elzárták. Csak akkor cellával. Tehát akkor szerzetesként, jó, legyenek látomásai, de azért jobb a békesség, maradjon a cellában. De mindenképpen kitaposott útja volt, tehát semmi kétsége nem volt a társadalomnak, hogy mit csináljon vele. Hát igen ám, de közben eltelt ám egy pár évszázad. Itt vagyunk a 20. század küszöbén, 19. század végén. Mágia sehol. És az, hogy én nekem látomásaim voltak, az nem jó belépőjegy ma már a kolostorban. Bármilyen furcsának, tessék kipróbálni. Volt egy látomás, jó rendben, nekem egy influenzám van, tessék visszamenni, és akkor tessék megtanulni a breviáriumot, majd jöjjön vissza, amikor már századdal tisztában van. Nem, gyanús. Magának ne legyenek látomása, jó? Majd, mikor a harmadik évfolyamot elvégezte, utána a vizsga, utána elcsúlyozott vele. Nem, bizalmatlan. A Mária jelenéseknek jó részét egyáltalán el se ismeri az egyház. Hát úgy tesz, mintha tudom, ilyen gyomorkorgás után hirtelen bejövő ilyen rosszuléti állapot lenne. Tehát ez megvan egyébként a maga szempontja, tehát vissza lehet élni vele, és ma aztán visszaélésnek okkora divatja van, hogy hú, hát soha még ekkora nem volt. Tehát mindesetre megvan a jogosultsága a bizalmatlanságnak, de egy kétségtel, ilyennel menni ma egy kolostor kapujához, kérem, volt egy látomás, felejtsük el. Tehát ez a kapu is bezárult. Tehát marad egyetlen lehetséges út, az mely a művésznek az útja. Mert a művésznek miután már nincs konkrét megbízó, tehát azt jelenti, hogy gyakorlatilag azt csinál, amit akar. Tehát itt már nyugodtan megteheti, hogy ameddig a rendőr le nem kapcsolja, mint a mesztelenül végig szalad Brüsszel fő utcáj. Kész. Vannak ilyen példák egyébként a 19. század végén, és mit mondanak? Hát, bohém. Jaj, de jó pofa, hát ilyet még nem láttam. Tehát ez a bohémnek a fogalma. Most a bohém, azt mondom, tudjuk, mit jelent. Kettős jelentése van, az egyik a jelentése az, hogy cseh, a másik meg az, hogy cigány. Cigány, ez a jelentés. Tehát azt jelenti, hogy egyfajta ilyen hát neki bármi, mert nem veszük komolyan. Tehát ez a teljes szabadság, ez azt jelenti, hogy éhen is hallhatsz rámban. Szabad. Tehát egyedül ezen a pályán tehet olyat, hogy nagyon sokáig nem fogja senki se bántani. Tehát akár világra szólót is alkothat.
Mert egyébként más van, ahol nem. Tehát ezért van az, hogy ha ez a hang belülről szólt, akkor is okosat mondott, ha fölülről szólt, akkor is okosat mondott. Egyszerűen nem lehet más pályát kijelölni annak, aki valóban egy világra szóló tettet akar végrehajtani, pedig erről van szó. Na most ez tehát a második kritérium. A harmadik kritérium, valamilyen fölös csontnak kell lenni. Nem téveztem össze a fölösleges csontot. Fölös csont. Szám fölöttinek szoktuk mondani. Ezek ebben a sorrendben vannak a sámán kritériumok között. Van-e csontvár esetében, vagy nincs? Hát az a helyzet, hogy vizsgálták őt, tehát ez lehet plusz fog, már megfélek, kiveszem, azt megszámolom, de lényeg az, hogy lehet plusz fog sor, lehet mint már új, fölösleges új, de ez nem fölösleges, fölös számú új, ilyen volt például Ady Endrének, elköpötték a gyerekkorában, ettől leszáradt, és ezt élete végéig síratta. Tehát ő tudta magáról, hogy ő tártosnak született. Aztán ilyen van, rengeteg van, tehát érdekes módon egy családban is van, nem nekem, de van ilyen, apábújjal született. Most nem részletezem a dolgot, mert ebből is rengeteg tanúságot le lehet vonni. Ugye, és Mária Teréziának van egy rendelete, amit a mai napig alkalmaznak a kórházakban. Hogyha valaki hat újra születik, nem kell megkérdezni a szülőt, automatikusan le lehet operálni. Most azt jelenti, hogy itt egy nagyüzemi tártostalanítás folyik. Mária Terézia. Tehát azt jelenti, hogy miután kötelező a kórházban szülés, tehát fokozatosan hozták be az anyákat a kórházba, tették kötelezővé, tehát azt jelenti, hogy egyszerűen nem tud tártos szülni. Nem tud. És akkor ilyen pancserek lesznek vezetők, tehát most szellemi vezetőnek. Tehát ez azt jelenti, hogy ha elvitték a legények elejét, akkor mi van? Hát a végül. És hát bizony ez a tártos tanítás, ez módszeresen folyik, ma is folyik, csak nem csak ilyen hát drasztikus módon, ezzel a bizonyos metélő késsel, hanem szellemi úton, és talán az a veszélyesebb. Tehát minden esetre ezt azért jó tudni, mert csontvár esetében nem tudjuk, bár volt állítólagos boncolása, de ezt tudjuk, hogy ő tömegsírba került. Tehát nem váltott, tehát 19-ben halt meg, és hát június 20-án halt meg, tehát kiszámíthatjuk, hogy ez a kommunnek volt az időszak, én már nem emlékszem, hogy akkor már befejeződötte, vagy éppen a végnapjait élte, de lényeg az, hogy teljesen ilyen ex-lex időszak volt, és hát ő gyakorlatilag éhen halt. Semmi köze nem volt idegbaj, ezt tehát megint hangsúlyozom, verőérgyulladás volt a végső hát diagnózis, tehát a halál okát így állapították meg, hogy aztán mitől gyullad be egy verőér, azt már egy külön téma. De lényeg az, hogy mondom, kizárólag szervi baj volt, és abból is semmi, messze elkerült a koponyát. De hát mindenki tudta, hogy gyakorlatilag éhen halt. Tehát annyira nem volt élelem, nem csak ő neki nem volt élelem, Budapesten nem volt élelem. És hát ő neki meg aztán semmiféle olyan foglalkozása nem volt, amiből pótolni tudta volna, vagy tartalékot tudta volna képezni. Na most, gyorsan térjünk vissza akkor a negyedik menetre, tehát akkor három már megvan, fölös csont, ugye nem tudjuk a csontjait azonosítani, amit tömegsírba került. Akkor éppen eltemették, ahova eltemették, de utána nem váltotta meg senki a sírját, tudjuk 10 év múlva elévő, kiszedték a sírból és tömegsírba került. Tehát ma is csak jelképes sírja van a Kerepesi temetőben. Úgyhogy ezért van az, hogy ezt most már egy utólag megállapítani, hogy volt-e neki, vagy nem volt, ez hát elég körülményes lenne, de egy biztos, tudjuk, hogy volt, honnan tudjuk. Hát maga a neve, mit jelent az, hogy hozta? Azt jelenti, hogy csontocska. Valaki tanult oroszul, azt látja azonnal be, hogy a poszt, hogy ez csontot jelent. Ha ezt, hát egy ka záradékkal zárja le, akkor azt jelenti, hogy csontocska. Na most ő ezt a fölös csont, tehát az, ami nem beépül a testbe funkció szerint, hanem a fölött van, ez nyilvánvalóan ebben a négyben találta meg, vagy ebben akarta közé tenni, honnan tudjuk. Azért, mert innen 80-tól egy rövid, egy 4 éves tájékozódási periódus után
ő kibérelt egy patikát, ez már Gárcson volt, nem Iglón, és ott 10 kerek évig gyűjtötte a pénzt, meg a műveltséget ahhoz, hogy utána kellő kiképzést kapjon. Tehát 94-ig ő patikusként dolgozott Gárcson. És az azt jelenti, hogy közben ő publikált is. Még például nógrádi lapokban, Nógrádnak akkor még nem Salgótarján a főváros, hanem Losonc. Tehát Losoncon jelentek meg ezek a nógrádi lapok, és rendszeresen publikált bennük. Még például nem csak gyógyszerészeti témákban, ott például nagyon nagy feltűnést keltett. Tehát, hogy gyógyszerészként ő igen kiváló és megbecsült valaki volt. Mondom, kongresszuson kiváló előadást tartott, és számon tartják a mai napig a gyógyszerészet történetében. Tehát őnek ott lett volna karrierje. Minden esetre a lapokban közített, tehát ez a nógrádi lapok, közített cikkei először így írja alá, hát először a saját nevén Koszka Tivadar, Koszka Mihály Tivadar, utána jön ez, hogy Csonti, Y-nal, utána Csontosi, és csak legutóbb már festőként veszi fel a Csontvásnál. Számon tartott, nagyon magas rangú, Huszita család. Na most Huszitának lenni abban az időben, amikor kifejezetten üldözték a huszitizmust, hát tudjuk a Fekete-hegyi csata után, hát bizony a husziták nagyon rossz idők járt. Tehát Habsburg időkben, ha valakiről tudott volt, hogy ő huszita, akkor hát az nem számíthatott mondjuk előnynek az ő pályán. Ezek mégis a legkiválóbbak között voltak, tehát kifejezetten udvari és azon belül is magas rangú személyek. Na most mit jelent a huszitizmus? Hát mi mindig onnan közelítjük meg, hogy Mátyás királynak nagyon kemény harcot kellett vívni ellenük, sőt már az elődjeinek is. Tehát mi a negatív oldalát ismerjük a huszitizmusnak. Na jó, de az már az elfajult része. Tehát amikor már valóban rablóbandák lettek, és hát bizony kemény harcokat kellett vívni ellen. De a huszitizmus az a manikeizmusnak a legutolsó megnyilatkozása Európában. Tehát Husz Jánost a manikeizmus vágyával idézték a konstanci zsinatra, ítélték halálra, és égették meg. A manikeizmus, nem tudom, ismerős előszok. Tehát ez gyakorlatilag az a bizonyos szkíta ősvallás, aminek a nyomaival tele van a történelmünk, és aminek a legkésőbbi, még néven nevezett megnyilatkozása, ami már bizony eléggé torzult is, de még a tanítás rendszerében egyértelműen a manikeista tanítást viszi tovább, az a huszitizmus. És Husz tiszta ember volt. Tehát őt azért felelőssé tenne, mint egy iskra csinálta a husziták egyik ilyen bandita vezére, azért egyáltalán nem tehet. Tehát Husz tényleg tiszta ember volt, tanítása tiszta tanítás volt, nem véletlenül, hogy kinyírták. Tehát minden esetre ebben a vonalban találjuk meg Csontvári Kosztka Tivadarnak, mint Posztupici Kosztka Tivadarnak a múltját. Tehát bizony mind a két vonalra büszke lett, mind a kettőtől kapott olyan indítatást, ami utána mégis meg lehet kérdeni, akkor most ő cseh géniusznak számít, lengyel géniusznak, vagy magyar géniusznak. És ez most nem vita téma, tehát erre vonatkozóan teljesen egyértelmű a modellünk, és abszolút biztonsággal lehet rá válaszolni. És amit mi válaszolunk rá, az ugyanígy érvényes lesz Petőfi Sándorra, és még jó néhány személyre a történet. Például Ipoly Arnoldra, hogy csak néhány ismert személyt említsek, ugyanis itt nem lehet mellé beszélni. Ugyanabban a Diószegi Vilmos által összeállított kötetben, az aminek egyik szerzője éppen ő volt, teljesen egyértelmű választ kaptunk erre a kérdésre. A példa is nagyon meggondolkoztató, de azt hiszem, hogy ezt elmondtam. Hogyha történetesen egy népnél, most fiktív neveket mondok, de ezek létező népek, mondjuk egy tunguz népségnél nem tudták kiirtani a sámánizmust. De a szőkupoknál meg már, amik sokkal közelebb vannak hozzánk, ezt elmondtam, azt hiszem ezt a példánatot. Tehát ezek az osztják szamoédok, tehát jóval közelebb vannak az Urálhoz, mint mondjuk a tunguzok, akik egészen a Amur mentén vannak. Tehát lényeg az, hogy a szőrkupoknál kiírtják természetesen gyökerestől a sámánizmust, nem Sztálin vigyázott, hanem a pravoszláv egyház. Vigyázott, nem Sztálin kezdte meg, sőt, Sztálin idejében egy viszonylagos, még egy viszonylagos
de egy viszonylagos tolerancia megérvényesül. Ugye, és felhasználták őket egyházellenessé, hát hogy mondjam, bunkóinak. De lényeg az, hogy a pravoszláv egyház az legalább kegyetlenül írtotta őket, de legalább, mint később aztán a sztálini diktatúrát. Tehát mindesetre a szőrkutatnál kiirtották őket. A tongozókig nem jutottak el. Na most ezek után következő konkrét példa. Álmában egy tunguznak megjelenik ez a bizonyos elhívó szellem, és egy olyan nyelven hívja el, amit ő soha nem beszélt ébren. Mint utóbb kiderül, ez a szörkup nyelv. Megérti álmában, és arra szólítja fel, hogy induljon el, és elmondja neki, hogy nem tudom én, ennyi és ennyi lépés után találsz ott egy fát, ott fordulj balra, ott egy mocsár következik, ne törődj vele, menj át rajta, és itt tovább, és itt tovább. Tehát egy aránylag részletes úti tervet mond neki, ezt az utat ő soha nem járta be az ember. Tehát fölébred, emlékszik az álmára, én például biztosan nem emlékeznék, mert soha nem emlékszem az álmára, de lényeg az, hogy nem fogjuk. Tehát lényeg az, hogy ő viszont emlékszik, és elindul ezen az úton, nincs kétségeskedés. Elindul ezen az úton, és hosszú-hosszú vándorlás után azért ezek 100 kilométerek, sőt, ez a távolság lehet 1000 kilométer is. És utána megérkezik, ott már várják, és mit tesz Isten, beszéli a nyelvüket. Senki nem tanította útközben, ezek tanuljunk könnyen, gyorsan szörkukul, ez máig nem jelent meg, mert semmi, egyszer csak beszéli ezt a nyelvet, és lényeg az, hogy azonnal, mint sámát kezdik tisztelni, természetesen próbának vetik alá, próbát kiállja, és nagy sámá lesz. Élete végéig ott már fölneveli az utánpótlást, és így tovább, és utána meghal. Nem temetik, ugye, hanem ezeket így fölteszik egy ilyen magas lati koporsóban. És mit tetszik gondolni, hogy fogják tisztelni? Mint nagy tungusz sámát, vagy nagy szörkup sámát? Egyértelmű szörkú. Tehát ahová az elhivatás élmény szól, ő annak a népnek a fia. Tehát minden rendkívüli képességű személy definíció szerűen, ahova elhivatott, annak a nemzetnek a fia. És ez nem vita téma. Na most, ha ráadásul még kétségbe vonják a kortársa, és ő ki is nyilvánítja, mert Csontváry kinyilvánította, ő a magyarokhoz küldetett el. Vagy Petőfi. Ha nem születtem volna is magyarnak, írja ő, nem teljesen beszédelem kellős közepén 1848-ban. Tehát amikor az életével felel egy ilyen kijelentését. Ha nem születtem volna is magyarnak, e néphez állom kezemmel én. Mert elhagyott, mert legelhagyott a minden népek közt a földkerekét. Tehát ő magyarnak született. És ha ő ezt így fölismeri, hát nyilvánvalóan ő is ilyen képességű volt, csak egy más fokán a beavatásnak. Más küldetése, akkor ott nincs ilyen, hogy nem azok az anyukáját, ott volt az apukája rá, hogy felejtsd már el te időmutat. Hát ha nem értesz a témát, az miért nyilatkozom? Ez nem az a nagyságet, amivel te tájékozódik, szóval fogd el száll. Hát ne nyilatkozzál már valakiről, aki maga mondja el, hogy ő kicsoda. Most ő megcáfolja Petőfit, azt mondja, hogy nem vagy magyar. Petőfi ki kell a sírja, még olyan fülest ad neki, hogy kirepül az egész Európai Unió. És ezeket már tényleg vegyük komolyan végre, mert ezek tényleg már teszek, ezek tényleg szellemi vezetőink, és ide küldettek, hát már ne rúgjuk ki már őket. Hát az életüket adták ki. Na tehát lényeg az, hogy a fölös csont, a csontvárivá válás, az teljesen egyértelműen ennek a jelzése. Miért? Mert a magyaroknak is meg kell érteni, sőt elsősorban nekünk kell megérteni. És akkor még gyorsan egyet legalább elmondok, amikor alsó világba megy a sámán. Erről nagyon jó leírásaink vannak. Tudjuk, hogy három világ van, tehát három szintű világképe van a sámánizmusnak, bárhol, az Amerikai Egyesült Államok indiányainál, ugyanúgy, mint az afrikai gyógyító embereknél, a szibériai sámánoknál, ez egy teljesen közös, hát hogy mondjam, világkép, amiben ők tevékenykednek. Most ez a három szintű világ, van egy felső világ, van egy középső, ebben élünk mi a hétköznapjainkban, és van egy alsó világ.
Na most, ahogy a felső nem felel meg a kereszténység mennyországának, tehát nem azzal egyenértékű, úgy az alsó világ nem azonos a pokollal. Tehát ezt felejtsük el. Nagyon könnyen torzítani. Tehát ha le akarom fordítani egyáltalán közvetlen élmény szintre ezt a három világot, akkor a magasabb én tudata az a felső világ, a hétköznapi tudatvilágunk az a középső világ, és az altudat, az a mély tudat, így is nevezhetjük, ez pedig az alsó világ. Tehát egyáltalán nem ellenséges, hanem bizonyos dolgokat ott őriznek. Bizonyos javaink ott vannak, onnan kell fölhozni őket, ha nagy veszedelem van. Tehát, hogyha itt van már mellettem egy autó, és látom, hogy jön, bár lát ő is engem, én is őt, akkor az értelem már nem segít. Tehát a hétköznapi tudat nem tud segíteni. De a mély tudatból följön valami, és az utolsó, utáni pillanatban még mindig el tudok ugrani. Azoknak mondom, hogy kell akarnának jutni. Tehát lényeg az, hogy ez az alsó világ, ez nem ellenségünk, ez egy bizonyos rezervje, egy tartaléka azoknak a fölhasználható sajátosságunknak, amelyeket a hétköznapi életben nem használunk. Vagy oda le tudnak szorulni olyan ellenséges tulajdonság, meg úgy mondom, amelyek viszont megbetegítenek. Tehát azokat még föl kell hozni. Tehát leszorítunk oda a tudattalanba olyan dolgokat, amik nem veszünk észre, mert kellemetlenek lennének a hétköznapi életben, és akkor egyszer csak csodálkozunk, hogy megbetegszünk. Na most lényeg az, hogy ilyen sámár ébülések általában, amiket újabb időkben följegyeztek, azok már gyógyító sámár, gyógyító útjairól szólnak. Most ezek általában alsó világnak kell lenni. Mert oda szorulnak le az úgynevezett betegségdémonok. Hogy ezt helyesen fordítják-e vagy nem, az egy külön kérdés. A fordításokban, ezek orosz nyelvű fordítások, mert orosz nyelvterületen vették föl. Tehát ezek távol-keleten fölvett sámár ébülések, amikre most hivatkozom. És ebben betegség démonnak nevezik. Na most, amikor lemegy az alsó világba a sámán, hogy ezt megtalálja és hatástalanítsa, nem megöli, hatástalanítja, akkor neki bizonyos szinteken kell körülnézni, majd utána egy alacsonyabb szintre lejutni. Hogyan jut le egy bizonyos szintről egy még alacsonyabbra? Erre való a vízesés. Tehát vízesésként jelölik meg, így számol be azon a magnóra vett sámán éneken, amit ebben a tudattalan, tehát tudattalan, hát révült állapotban, hát végig énekli a maga énekét, és akkor ezt fölvették. Annak idején le is fordítottam, ennek nem volt magyar fordítása, ebben a kis könyvecskében az idevágó részt. És akkor azt jelenti, hogy olyan a rangja az illető sámánnak, ahány vízesésen alább tud menni. Tehát ez körülbelül olyan, mint a parolin, ugye a csillagok jelzik, hogy milyen a rendfokozat. Ahány vízeséses a sámán, annyi olyan a rangfokozata. Mert minél több van neki, annál mélyebbre tud lemenni, tehát annál súlyosabb betegségeket tud meggyógyítani. Na most itt nem lehet csalni. Miért? Mert ha gyanú fölmeri, hogy csal, leküldik oda, és nem tud visszajönni. Tehát ha valaki mondjuk 6 vízeséses és azt hazudja, hogy ő 7-es, akkor jó, hát a presztízse nagyobb lesz, na de azonnal leküldik az első, tehát az első esetben már a 7-edikbe, nem tud visszajönni, tehát belehal a révülésbe. Tehát ezzel nem lehet játszani. Nem tud visszajönni. Tehát minden esetre ez annyira tapad, ez a képzet, tehát a vízesés, ez tulajdonképpen energia zuhatag. Tehát azt jelenti, hogy energiaszintek vannak, és két-két szint között nem folyamatos az átmenet, hanem energiaszintek között zuhanásszerű. Na ez a vízesés. És ez azt is jelenti, hogy hát legalább két tanúság kell legyen, hogy érdemes megszámolni, hogy Csontvári hány vízesés képet festett. Ugyanis az ő pályáját vízesés képek tanulják. És ebből a szempontból rendkívül tanulságos, hogy nem lehet átugrani vízesést. Tehát olyan nincs, hogy én a második, végeztem a harmadikon, már biztos nem lesz a betegség, na ugorjunk kettőt, nem lehet ugorni kettőt. Teljesen megzavarodik, és ott, ezt lehet, hogy megint felolvasom,
de el is tudom mondani, nagyon-nagyon rövid ez a passzus. Tehát lényeg a következő, elindul a jajcejvizesése. A jajcejvizeséssel fogunk foglalkozni, mert ez egy rendkívül fontos tétel. Közvetlenül utána, tehát mintegy azzal befejezett egy tananyagot. Utána következik az a képe, ami jelenleg lappang. Azt jelenti, hogy kivettek egy kulcsot, nem tudjuk használni. És majd látni fogjuk, hogy mindig azt a képet tüntetik el, amely valamilyen szempontból kulcsfontos. Ez pedig a körka vizesése, azt hiszem ez a neve, most nem tudom minek nevezik tudni, kerestük a térgépen, nem lehet megtalálni, mert egy pillanatban még nem találtuk. Szlovéniában van ma. Tehát a körka az egy tényleges folyó, mai napig is így nevezik, és azon Skardone a neve a városnak, amit ő leír, de ma már biztosan nem így nevezik. Mert ő még ezeket a dalmáciai, tehát alapjában olasz elnevezéseket használja. Na, lényeg az, hogy ez a második, ez csak fekete-fehér reprodukcióból ismerik. És ez aránylag hamar jön az első után. Na most felbátorodik, jól lehet érezni, és azonnal neki megy a nagy tarpat a kivizesésnek. Amit ő tulajdonképpen kinézett már az elhivatás élmény körül. Tehát leírja, mondom, amiket én most mondok, azok gyakorlatilag mind ebből az önéletrajzból származnak. Tehát nem kell semminek utána, úgy utána nézni, hogy na, akkor most mi történt két esemény között. Tehát akkor már kinézte magának, és neki indul, hogy megfessen. Sőt, annyira magabiztos, tehát ő úgy gondolja, hogy most akkor azon a szinten van, amit már, ahol már megtalálja a megoldást. És azonnal lemegy Taorminába is. Tehát párhuzamosan kezdi festeni a kettőt. A tarpataki vizeséstől Taormináig, hát ez most hirtelen kiszámítva, majdnem 1000 kilométer, olyan nagyságrendű. Hát itt azt hiszem 700 kilométert mentünk most ezen az úton. Csak mi nem Tarpataktól indultunk el, hanem Pestről indultunk, hát még innen azért hát jó pár kilométer a tarpataki vizesés, hát ez körülbelül 1000 kilométeres táv. Hát ne felejtsük el, Taormina Szicíliában van. Az kettő. Szicília. Tehát azt jelenti, hogy kettő között még ma is nehéz felnézni. És ő ezt csinálja. Tehát neki esik a tarpataki vizesésnek, utána lemegy Taorminába, ott is járt már korábban, tehát azt is kinézte magának. Ez egy külön téma, tehát azt észreveszünk nyilván, hogy ahány mondat, annyi lesz, legalább ötféle úton lehetne tovább menni. És az ember nagyon észlék kell lenni, hogy azért maradjunk a vágányban, vagy a vágányon. Tehát mindesetre tehát egy-egy helyszín megtalálása az egészen döbbenetes, hogy milyen következetességgel történt. Hát Szicíliát például így körbeutazta, utána bement a közepére, a közepéből az Etna tövéig visszajött, csak akkor találta meg Taorminát. Tehát nem úgy van, hogy hirdetik a prospektusok Taorminát, sok jó festmény született ott, tényleg nagyon régóta festik ám a festők Taorminát, csak neki nem erre kellett. És szabály szerint leírja az útvonalát, végignéztük a térképen, teljesen megkerüli ezt a szigetet. Hát ez azért nem két macska ugrása. És utána bemegy a közepé, a kellős közepé, ott ma is egy város van, semmit nem fest, nem dolgozik, keresi a motivumot. És ott találja meg az irányt, az irányba elindul, megérkezik az Etnához, tehát lehet érezni, hogy nem a vízesés, hanem a tűzesés. Tehát ott az a szervezője a képnek, tehát ő az elemek szintjét fogja meg a legmagasabb témáit. Ezek már, ez a három legfontosabb műve, tehát ezek a főművek. Az egyik a tarpataki vizesés, a másik a Taormina, és utána kis szünet, és utána jön a Vámbeg. És ez a három nagy motivum, ezt ő maga nevezi annak, és összetartozik a három. Na most neki megy teljes magabiztossággal, megesszük ezt a témát. Kétszer sikerült a vizesés, hát harmadik, hát ez semmi. És nem sikerül. Leszaladt Taorminába, ott is megpróbált, nem sikerül. És ezt a pendizést csinálja háromszor, és utána, miután egyik sem sikerül, ellenkezésbe lép, ahogy ő maga fogalmaz, az elhívó szellemmel, és szóvita támad közt. Erre mondja, már komplett őrült, na ne hülyeskedjél. Arról van szó, hogy elhivatott művész. Na most, ha én elhivatott vagyok, akkor az elhívó hangra illik odafigyelni. Az más, hogy neked soha nem volt elhivatásod, mert ez látszik is rajta.
Tehát ezt csak azért mondom, mert aki nem tudja, mit jelent az elhivatás, annak az ne ítélje már meg. Hát valaha olyan pályára, ahol sok embert kellett, akár szellemi, akár lelki, akár testi értelemben eligazítani, tehát vezérelni, hát az elhívás élmény nélkül el se indulhatott az út. Ezek valódi elhívás élmények voltak. Tehát valaha egy kolostori, hogy mondjam, élet, ha nem előzte meg elhivatás élmény, tényleges, akkor abból nem lett szerzetes. Egyszerűen nem fogadták el. Tehát az elhivatás élmény, mi azt mondjuk, elhivatott orvos valaki. De mi más csak átvitt értelemben értjük. Vagy elhivatott, nem tudom én, jogász, hát ilyen nem nagyon van, de mondjuk valamit még. Gyakorlatilag alig van már olyan állása a mai életünkben, ahol az elhivatottság jeleit tapasztalja. Még az orvos talán a legméltó, mondjuk egy Papp Lajos például. Tehát ott lehet élni, tényleg elhivatott valaki. Mert a papok közt pedig szinte ne is emlegessük ezt a kifejezést, mert már bizalmatlanok irányában. Valaha nem lehetett pap valaki. Tehát ezt maguktól, a papoktól tudom. Tehát valaha nem lehetett elhivatás élménynék. Azt valamikor meg kellett tapasztalnia, még a pap szentelés előtt. Ha nem, akkor üdvösségszolgáltatásnak lett egy munkatárs. Tehát minden esetre a tarpataki vizesés túl korai volt. Tehát utána megintetett, elindult méghozzá Szentföldre, tehát ott kellett neki még egy nagy élményben részesülnie. Igen ám, de nem abba az irányba indult, hanem nyugatra indult, és mi volt az első állomása? Svájcban Schaffhausen. Mi van Schaffhausennél? Egy vizes. Köszönöm szépen. Tehát nem lehetett még neki fogni. Egy vizesése sem még tartozott. Nem lehetett átugrani. De ez annyira drámai módon van leírva az írás, hogy teljesen döbbenetes. Hogy itt egyértelműen erről van szó. Itt energiaszintekről van szó. Túl nagy volt még akkor neki a feladat. És amikor megfesti ezt a Schaffhauseni vizesést, ez most a Nemzeti Galériában van kiállítva, akkor utána beutazza Európát, Londontól Madridig minden létezőt, tehát Utrechtet, Leident, Amsterdamot, Rotterdamot, Hágát, Brüsszelt, Antwerpent, és mindenütt a remek műveket, amiket a régi kortól kezdve akkorig, tehát ő még Matisse-szal még ismerkedik. Tehát azt jelenti, hogy már a fogok már megjelennek, a vadak, és ő még mindig követi az európai festészet útját. Tehát a legfrissebb kortársakkal is tisztában, csak aztán megy a Szentföldre. És miután még mindig tisztátalan ez a képe, tehát szedi magába az impulzusokat, de még nem rendezte. Tehát mi lesz a következő? Gibraltárnál felszáll egy hajóra, és tengeri viharba kerül. És ez a tengeri vihar olyan erősségű, ezt már nem ő írja le, de egy volt tanítvány, egy nagyon kiváló elme, utána ment. Egyszerűen nem hitt Csontvárinak, azt mondta, ez túlzás. Ekkora vihar nem lehetett, mint amekkorát leírja. A monarchiának két cirkálója süllyedt el ebben a viharban. Cirkáló, tudjuk, hogy mit jelent. Tehát ez nem kis bárka ám, amit halászok irányítottak. Tehát ez azt jelenti, hogy egy hatalmas vihar volt, és ráadásul az a hajó, amivel ő ment, mint utóbbi Máltán kötött ki végül, ez lindített és dinamitot szállított. Tehát egy olyan helyzet, ahol valóban és ő le is írja, hogy ott ő leszámolt az életével, és ezzel a bizonyos elhívó hanggal csak annyit, hát hogy mondjam, közölt, most ezt már én mondom, mert ő nem ilyen csúnyán fogalmat, hogy ha valódi feladatra hívták el, akkor nem veszhet el itt. Ha viszont itt veszik, akkor nem valódi volt a feladat, akkor csak hadd vesszen el. És magához kötözi a festőszerszámait, mert úgy dobálja a hajót a hatalmas hullám, hogy hol fején áll, hol oldalán, hol valóban a felekén, és végül is lefekszik, és vidáman elalszik. És mire felébred, nagyon szépen írja, ezt az egyenletes dobogást hallja, mint hogyha szívdobogna, és megy a hajó, megy szépen, kint üvölt az orkán, de már nyugodtan megy a hajó, és utána megérkeznek Máltára. Tehát tulajdonképpen a saját lelkiismeretnek a háborgása volt, ami a viharban megnyugodott.
Hát ezek annyira szépen vannak, ennél rövidebben van, de csak sokkal szebben, tömörebben megfogalmazva az önéletírásában. És itt lehet azt is érezni, hogy na most aztán következő próba az a nyersanyagra fog vonatkozni, és az eddigi képei csodálatosak, maradt fönn egy korai megfogalmazása Taorminának. Ez azt hiszem most Pécsett van, mert a nagy Taormina kép viszont Budapest. Tehát elszakították egymást ezt a három képet, és viszont a korai Taorminát, még a birkózás idejéből, ezt egy kisméretűt, azt hagyták Pécsnek. Most nagyon jó a kép, tehát ha nem ismernénk a nagy Taorminát, azt mondanánk, nagyon jó. De ezek még annak a kornak a színei. Tehát azt jelenti, hogy gyakorlatilag ezek a plenernek a színei. Nem napút színek. Na most a napút színeket, ha nem találja meg, nem tudja az energiát átvinni a kép, és az energia nem tud tovább jönni hozzá. Tehát kulcskérdés a napút szín. Ez nem az én kifejezésem, az ő kifejezése. És ezeket a napút színeket, ő Máltából tovább megy Port Suezbe, és onnan Alexandria, Kairó. És Kairótól nem messze, tudjuk, ott van Gize, és ott vannak a piramisok. Na most azokról rajzokat készít, és nem vitás, hiszen maga érje le, ott találja meg a napút színeket. És az első napút színekben festett képe, az Kairói egy ilyen naplemente Kairóban. Utána ezzel a tudással, tehát most már birtokolja, hát ne felejtsük el, festő. Tehát mi úgy veszük, hogy festő, megtalálta a motivot, a többi az már nem gyerekjáték megfest. Dehogy fel, de egyáltalán nem gyerekjáték. Hát a színeken keresztül határ. A szín közvetíti azt az energiát, amit ő felénk akar irányozni. És ő egyértelműen leírja. Energia és művészet. Tehát egyik sem tud a másik nélkül élni. És másik ilyen kettőse, hogy ihlettség és akaraterő a szárnyaim. Ezt írja. Az ihlettség fölülről jön. De ha akaraterő nincs mellette, elfolyik a hóba. Tehát a kettőnek egyensúlyban kell lenni egymással. Na minden esetben megvannak a napút színek, és ezek után megy a Szentföldre, ott Betlehemben a karácsonyét tölti, és hát itt most nem részletezem, lényeg az, hogy nincs igazi élmény. Ami azt is jelenti, hogy valami gubanc van az úgynevezett szentföldi dolgokkal, már leírja, nem is nagyon szordinósan, hogy ez özvet a javában. Tehát az, ami ott ezeket a szent helyeket kijelöli, abban elmondja, hogy mit kell éreznünk, ez tulajdonképpen már akkor nagy üzenőnek volt. Valójában nem az a töltött hely, nem ott volt a születés. Hát ez most sokakat nagyon lehangolhat, nem kell elhinni. Ez az ő beszámolója, meg kell mondjam, én is jártam a Szentföldön, én is voltam ott, állíthatom, hogy semmiféle töltése nincsen. Tehát aki mégis úgy érzi, az öngerjesztés áldozata. Nem biztos, hogy ez rossz dolog, lehet, hogy nagyon jó dolog, de egyet tudni kell, ez nem maga a töltés. Tehát ezt még Nagy Konstantin anyukája jelölte ki, amivel ő elindított egy folyamatot, ezt pontosan tudjuk. Tehát a 4. századtól kezdve Jézus születési helye, ugyan ő jelölte ki a Golgota helyét is. Tehát itt nagy gubancok vannak. Tehát csináltak nekünk egy hagyományt. Minden esetre, ha valaki úgy gondolja, hogy ott mégis töltődött, vissza ne vonja, az nagyon helyes. Tehát akkor benne magában volt az a, hogy mondjam, csak jóság, az a nemes indulat, és vissza ne vonja, tehát semmi gond. Csak azért azt jó tudni, hogy igen-igen mértékadó személyiségnek számít Csontvári, és egyértelműen jelzi, hogy itt kiszínezett hagyományról van szó. Aztán még sok mindent ír ezzel kapcsolatban, de ezt most nem részletezem. Lényeg az, hogy megkapja ezt a felmentést, mint egy, hogy tehát találd meg belül azt, ami a tényleges vezéred. Nem kell kívül keresni. És minden esetre megfesti a vallásdisputát. Mi ez a vallásdisputa? Ő maga nevezi így. Ez a panaszfal bejáratánál Jeruzsálemben című első hatalmas, sokalakos képe, amit már napút színekkel fest. És ha valaki azt mondja, hogy ez tisztelgés a zsidó, vagy fájdalom, hagyomás egyéb előtt, én annak csak azt tudom mondani, hogy legyen neked a te hited szerint, amúgy meg nem az.
De legyen neki, hogy te szerint, tehát senkinek a hitét ne borzolgassuk, legyen neki. Egy biztos, én láttam még éppen ennek az útnak a kapcsán, Tel Avivban van egy izraeli nemzeti múzeum, hát nem tudom ilyet, hogy izraeli nemzet egyáltalán lehet-e mondani, de ha igen, akkor ez a nő nemzeti múzeum. Abban ott van Shannahnak, aki tényleg virtigi zsidó volt, tehát ez vitán fölüli kérdés, van egy panaszfal festmény. Hát ha már láttunk szürke és érdektelen festményt, amúgy jó nagy. Hát általában Shannah azért még nem takarékosodta méretükkel, abszolút szürke. Tehát lehet látni, hogy túlságosan, hogy mondjam, lelki ügy ez nála, nem tudja megfesteni. Erre utalt Picasso, amikor a panaszfalat kivitték, most vagy a párizsi kiállításon, vagy Brüsszelben, mind a két helyen volt, és akkor ezt följegyezték, hogy Picasso és Chagall együtt nézték a panaszfal című csontvári festményt. És akkor Picasso, hogy meglökte Chagallt, és mondta, mester ezt maga sem tudta volna jobban megbütykölni. Megbütykölni, ez ennek megvan a francia megfelelője, az meg, hogy magázott legyen, a francia, az csak a legritkább esetben tegezünk. Tehát még a kollégákat is magázott. Na tehát lényeg az, hogy ezt azonnal természetesen újságírók közé tették, tehát ezt lehet hiteles megnyilatkozásnak menni, miután én ismerem Chagallnak a panaszfalát. Hát mondhatom, hogy még nagyon finoman fogalmazott. Nem is lehet egy napon emlegetni őket. Tehát akkora erő van ebben a csontvári férjében, és annyival magasabb rendű a tanulság. Itt nem arról van szó, hogy sírt ki magad, hogyha úgy gondolod, hogy sokan bántanak, vagy hogy átkozd meg papíron az ellenfeled, és hogy dugd be ezt az átkot. Mert ugye ez történik. Hogy dugd be ezt az átkot a két kő váder közé. Hát itt például tudunk mai magyar közéleti személyiséget, meg ott van a célban. Olyat is tudunk, aki bedugott, meg olyat is, aki elátkoztak. Ez nem vicc. És ezek előbb-utóbb kiszivárognak. Nem tartják a szájukat. Tehát minden esetre ez azért fontos dolog, mert Csontvárinál nem lenne. Szóval egészen másról van szó. Viszont ezt a nevet, hogy a vallás disputa, ezt is ő adta. Végülis nem ezen a címen. Hát szerepelt a képe, hanem a panaszfal bejáratánál Jeruzsálem, nem a panaszfal bejáratánál. Már itt lehetően a videóknak. Én elég sokat foglalkoztam ezzel a képpel, mert szemmel láthatóan ez volt az első mérföldkő a Naput festészetében. Tehát azt jelenti, hogy ha ma akármit akarok a világon változtatni, elsőnek a panaszfallal kell szembenézni. De jelenleg ez a mentalitás a legnagyobb békjója a világ. Én ezzel nem tudok őszintén, de nem úgy, hogy gyűlölködöm, és nem úgy, hogy torzítom a dolgokat, hanem hogy tényleg, az szerint, ahogy ők gondolják, az szerint, ahogy ők megélik, de azt is átélve, és csak szeretettől vezérelve, ezen át kell menni. Nincs más. Akkor kezdheti el az emberiség hát fölemelésének a múlva, addig nem lehet. Szóval se átlépni nem lehet, se megkerülni nem lehet a panaszfalat. És ez nagyon fontos kérdés, mert amíg ezt a megkövült panaszt hagyjuk, hogy újra kövesedjen, egyre nehezebb lesz lebontani. Ezt még le kell bontani. És ennek a legtöbb köve az műkő. Nem tudom, hogy érthető, hogy nem. Tehát nem valódi sér, mert ezek műkő. De építik folyamatosan. Tehát azt jelenti, hogy ha én mérlegre tenném a magyarság tényleges sérelmeit, meg mondjuk a hát mondjuk a panaszfalt látogatóknak a vélt sérelmeit, hát akkor messze a magyarságnak lenne, és mi meg nem sírunk miatt. Egyébként találkoztam olyan idiótával, aki azt mondta, hogy most építsük meg a magyar panaszfalat is, mert sokkal több, hogyha egy köve lenne, hát nehogy már eszünkbe jusson. Tehát mindesetre ezt mindenképpen komolyan kell venni, ezen át kell esni, ami azt is jelenti, hogy magán azon a fájdalom érzésen is, ami odahoz embereket, és csak akkor tud tovább lépni. Most ezeket nagyon érdemes megjegyezni, mert Csontvárit egy ideig megpróbálták kisajátítani. Én például az életemnek egy szép, hosszú, 2,5 éves szakaszában, ez 40 éves korom után volt, én újságkihordásból éltem. Ez azt jelenti, hogy
Hát hajnalonként az ember itt ki az újságot, és éppen amit kapott, és abban már szerelmet lehetett élni. Akkor egy szép egyedül értem. Most lényeg az, hogy a Damjanics utcában vittem ki az újságot, most tudva levőleg ez a gettónak volt a kihelyezett, tehát tulajdonképpen a nyúlványa. Az egészen a Városligetig ért, és például abban a házban is kézbesítettem, ahol Karinthy Frigyes gyermekkorát töltötte, szépen méltányban is jelzik. Tehát őről aztán igazán köztudott, tehát nem kell különösen kommentálnom, hogy ha alkalmát volna, ő is a panaszban ment volna. Tehát ez egészen nyilvánvaló. Na most ott általában még ma is ilyen családok élnek, hát legalábbis a tehetősebbje ilyen. Hát ezekhez föl kellett vinni a lapot, tehát nem volt elég bedobni a postaládot, de azt jelentett, hogy kasszírozásnál ezek valamit oda löktek ilyen pénzként. Föl kellett menni a kasszírozást. Tudjuk mi a kasszírozás. Tehát amikor elszámolni, hogy mi van végül. Látom, hogy kollégát is van. Tehát lényeg az, hogy ez egy nemes mesterség. Minden esetre itt aztán tényleg meg lehet ismerni az életet, de alulról, fölülről, mindenhonnan. És akkor egyre másra láttam, hogy bizony ott vannak a csontvári képek ezeknél a családoknál. És leginkább az úgynevezett magányos célusú. Amiről ha eljutunk odáig majd a harmadik előadásban, ki fog derülni, ennek a csontvári soha nem adott ilyen címet, hogy magányos célus. Ezt ők tették magányos célussá. Egyébként semmiféle magányosság benne nincs, egy egészen más téma. Tehát mondom, soha, még csak hogy mondjam, áttételesen sem említi magányos cédrusnak. Egy cédrus fa Libanonból, ennek ez a címe. És a magányosságnak nyoma sincs a képen. De mindent bele tudtak vetíteni, abból a világ fájdalomból, hát amit ők jogosnak érzik, és ezt kétségtelen tényleg, ők jogosnak érzik. Nem tényeken alapul ugyan, de ha jogosnak érzi, az azt jelenti, hogy megélt fájdalom. Ez egy lelki ügy, ez nem tényeken alapul. És ez nagyon-nagyon lényeges dolog, mert bizony láttam ilyet, hogy Izrael története és mi van a címlapon, magányos címlapos, csontvári címlapos. Na most csontvári nyilatkozik ebben a kérdésben, olyannyira nyilatkozik, hogy ezt nagyon hosszú ideig nem tették közé. Utána engem nem lehetett kitiltani a csontvári archívumból, mert mégiscsak művészettörténész vagyok, tehát fogcsikorgatva bár, de ide adták a kéziratot. Pontosabban azokról készült ilyen mikrofilmből fölnagyított látszatokat, amiket elég nehéz olvasni, de lehet. Na hát én onnan tudom, hogy ő hogyan vélekedett. És amilyen becsületes volt ő mindig, soha nem gyűlölködött, de nem önneveztem meg. Tehát ha egyetlen szóval tudnám mondani, parazitizmus. Tehát mint alapvető élet. Tehát az, hogy kitermeli meg azt, amit éppen megterme, az abszolút nem érdekli. Ameddig le lehet szívni, amíg itt van, hanem akkor még tovább megyek. Na de ez nem az én szövegem, hogy félreértés ne essék, én ilyen finoman nem szoktam fogalmazni. Egy biztos, de nagyon-nagyon szépen, tisztességesen megfogalmazza. Tehát nem nincs félreértés, és nagyon ki is szűrték ezeket a közzétett szövegben, most már a legújabbakból nem. Tehát például, amit Mezei Otto közzétett, abban már ő kommentál is, hogy azért ez nem antiszemitizmus. Persze, hogy nem az. Na, de ezt magyarázza meg annak, aki viszont annak veszi. Ez nem lehet neki megmagyarázni, ez semmi köze nincs az antiszemitizmushoz. Ezek tapasztalati tények, amiket ő bizonyos, nagyon finom tálalásban közzétesz. És mégis úgy tűnt, hogy bizony ki van sajátítva. És akkor ennek egy jelét hadd mondjam el, az ő utolsó olyan képe, ahol még önarcképi jellegű és egy szereplős kép és festmény, az a marokkói tanító. Ez egy több lépcsős beavatás, én gondolom, meg az utolsója. Ma már a hivatalos, a legújabb kiadványban Rombári Ferenc tette közé, egyébként egy egészen jó kiadvány, tehát jók a képminőségek is, és általában a szövegek is elfogadhatók. Ennél a marokkói tanítónál már ez a cím marad a marokkói tanító, de a leírásban, hogy már a marokkói nem is szerepel jelzőként, hanem zsidó vándortanító zarándok. Miből beszélt egy zsidó? És ez van, most már ez a hivatalos minősítése. Úgyhogy majd, ha odáig elérkezünk, akkor ezt is föl fogom olvasni egyenesbe, hogy érezzük, hogy most hol tartunk, majd felolvasom azt az idézetet, ami viszont ide vonatkozik.
Arany Jánostól, szemmel láthatóan annak a megidézése, és annak a versnek pedig ez a címe, az utolsó magyar. Na most ezt nehezen lehet összeegyeztetni. Most valaki vagy zsidóházi tanító zarándok, vagy az utolsó magyar. És abban a leírásban, hogy Arany János ezt megfogalmaz, egy döbbenetes kép, szinte szó szerint az jelenik meg a festményben. És ez nem az egyetlen eset Csontvárinál, mert nála, amikor a visszatekintő nap Trauban című korai festményét megfesti, akkor azonnal lehet érezni, a festménytől szinte sugárzik, ez meg Petőfinek a Puszta télen című versenek, az utolsó versszaka. Mint elűzött király ország a széléről, visszapillant a nap földpereméről. Visszanéz még egyszer, milyen tekintettel, és mire elér szeme a túlsó határa, leesik fejre véres koronán. Miért is tekintett egyébként? Tehát lényeg az, hogy ez meg negyedik Béla Trauban. Mint előzött király ország a szénére. Trauig jutott el, onnan nézett vissza, tatárjárásnak, hát a legsötétebb időszakában. Tehát rögtön lehet látni, hogy ő nem véletlenül keresi ezeket a helyszíneket, majd ezeket az utolsó előadásban megbeszéljük. Minden egyes helyszínnek a megélt magyar történelemnek, ez nem a majd tanított történelem, ez egy más. De annak a történetnek, ami tényleg a magyarság története, annak a kulcsfontosságú helyszíne. Ilyen Taormina, ilyen Castellamáradi stádia, és ilyen mint csúcs, ilyen Baalbek. Tehát ez azt jelenti, hogy nem véletlen, hogy ezeket veszik el tőlük, vagy ezeket pusztít. De nem tudják elpusztítani, tehát ez egy teljesen reménytelen küzdelem annak a részéről, aki pusztítja, mert nem lehet elpusztítani. Tehát itt olyan nagyságrendű, hát hogy mondjam, elemi szintű, az őselemekről beszélek most, olyan elemi szintű megnyilásokról van szó, hogy mennyihez képest nekik ilyen kis vacak, olyan fogpiszkálóik ezek a rakéták. Na hát akkor most a bevezetésnek ennyit, bár nem mondtam végig, mert ugye csak a vizeséseknél jártunk, még akkor sok minden van, de ebből talán kiderült, hogy itt egy egyértelmű tátosi képességről van szó. Ezt nem tudja értelmezni a saját kora, semmiféle javaslata már nincs rá, tehát az égi hang egyetlen kifutási lehetőséget tud neki ajánlani a művészpályát. És akkor még csak a keretét munkáltuk ki az elhivatás élménynek. A szünet után, amikor is egy művészi produkció fog átsegíteni bennünket lányos zavarunkon, akkor utána pedig megnézzük, mit jelent a napút, és mit jelent az, hogy Raffael Nónál vagyunknak kell lenni. Mert ez a két tétel, ami tartalma. Hát akkor most szünet után. És akkor most jön az érdemi része a mai estének, még valószínűleg legalábbis az egyiket ebből a két tételből meg tudjuk beszélni részletesen, tehát két tételünk van ebben az elhívás élményben, amit ugye még emlékszünk, hogy hogyan is hallott az akkor még Kosztka Mihály Tivadar, te leszel a világ legnagyobb napút festője, nagyobb Raffaelnél. Tehát két ismeretlen tétel van, mi az, hogy napút? Ez volt, amire ő később döbbent csak rá, és a másik, mit jelent nagyobbnak lenni Raffaelnél? Most az első, már is mehetünk tovább. Tehát az első, a napút kifejezés, ezt csak magunk részére fogom most egy kicsit körbejárni, de nagyon röviden, hogy egyáltalán mit jelent abban az időben, tehát 1880-ban vagyunk, amikor ez az elhívás élmény megtörténik. Mit jelent a magyar nyelvben az a szó, hogy napút? Tudjuk, vagy nem tudjuk? De azért lényeges kérdés, mert ha nem tudjuk, akkor elfogadjuk azt a javaslatot, amit mai napig terjeszt a művészettörténet szakirodalom, mint egyfajta fertőzést, tehát azt, hogy a napút egyenlő plein air-rel. Na most ez az, ami biztosan nem igaz. Onnan tudjuk, mert birtokos szerkezetben használjuk őket egymáshoz képest. Csontvár, és ezt már régen kimutatta, még a 80-as évek elején, akkor, amikor a második, a 84-ben a második kiállításunk volt Kiskunhalason, akkor egy Súlyog Géza nevű volt tanítványa, ma már kiváló grafikus művész, ő szépen kimutatta egyenes idézetben, szóba se jöhet az, hogy itt a kettő közé a plein air, ami azt jelenti, hogy szabadban való festés, szó szerint szabad levegő,
Tehát azt egyenlőség jelen összekapcsoljuk a naput kifejezését. Tökéletesen másról van szó, és nagyon könnyű is vizsgáztatni ezt a tagadásunkat, hogy ez most jogos vagy nem jogos. Egyszerűen meg kell nézni, kik voltak a plener festők. Hát ezek egy közhely, mert ismerjük őket. A fölüti az ember a művészeti lexikont, a plener külön címszó. Meg lehet látni. Ez egy olyan csoport volt, ez elsősorban francia művészekből állt, de nem csak ők voltak, például magyar művész is volt köztük, majd mindjárt látni fogjuk, hogy kicsoda, hát nem Csontvári. Mindenesetre ez a Barbizoni iskolának nevezett iskola volt, és ez a Fontainebleau-i erdő, ez nem messze van Párizstól, ott van egy ilyen kis falu, úgy hívják, hogy Barbizon, ide vonultak ki, és az volt az újdonság az ő, hát hogy mondjam, alkotói módszerükben, hogy a korábbi gyakorlattól eltérően, amikor kint a vázlatot készítették, esetleg színeket bejelöltek, utána bementek a műterembe, és ott fejezték, ott fejlesztették az olajképet, és ott fejezték be. Tehát mióta egyáltalán önálló tájképfestészet van, egészen idáig, tehát a Barbizoni iskola fellépéséig egyfolytában így dolgoztak. Hát ugye Rubensnek is vannak tájképei, Van Dycknak vannak tájképei, ezek a baroknak a nagy nemzedéke, tehát már onnantól kezdve folyamatosan él. A tájkép, ezek mind a műtermbe fejezték be, úgynevezett lokál színekkel, tehát azt jelenti, hogy helyi színek. Megnézem, milyen a színe, ennek szürke, és akkor ha azt teszek kicsit több fehéret, akkor több fényt kapott, kicsit több feketét, akkor az az árnyékosabb része. Tehát lényegében az egy megfigyelt színe, ott például fehér van, akkor azt modellezem, itt tudom, egy kék van, akkor azon hát játszhatom a fehéret, egy kicsit világosabb, kicsit sötétebb. Tehát ezek a helyi színek vagy lokál színek. Na most igen, ám, de a természetben ilyen nincsen. Tehát a természetben már reflexek vannak. Tehát attól függ, hogy a fény mind szűrődik át, az megmutatja, és akkor majd másfajta szín lesz. Tehát amit én látok közvetlenül, az nem annak a színnek a sötétebb vagy világosabb változata, hát ami az alapszíne annak, hát ha zöld a zöldnek, ha kék a kéknek is így tovább, hanem az rengeteg egyéb körülménytől függ, amit csak ott a helyszínen tudok közvetlenül megfigyelni. És ez az az első eset, amikor kint maradnak a természetben, és ott is fejezik be. Tehát ha kell, akkor másnap ugyanabban az időben kimegy, és akkor megint fest rajta egy darabot. Vagy igyekszik olyan témát választani, hát amit nagyjából egy ülésre meg lehet festeni. Tehát ez a Barbizoni iskola. Ennek a művészet történeti értékelésében kap hangsúlyt ez a plener, tehát hogy a szabadban való megfestés. Most ennek ismert mesterei vannak. Hát ha valaki járt Pesten a Szépművészeti Múzeumban, nekünk nagyon jó gyűjteményünk van. Tehát egészen a legújabb korig tulajdonképpen kitűnő a Szépművészeti Múzeum gyűjteménye. De olyan megirigylik olyan országokban is, ahol több pénz volt erre, annyira jó szemmel válogatták. Hát még annak idején. Úgyhogy nálunk például ilyen név, hogy Kóró, Szorotnak írják le, aki szintén ennek az iskolának volt, talán legismertebb. Pesten Kami Kórónak hívják. Tehát ő például jellegzetesen ilyen. Megnézzük egy Kóró tájképet, hát eszünkbe nem jött Csontvárira asszociálni. Most a magyar festészetben, hát van olyan, aki ott dolgozott, sőt, hát maga Munkácsi is dolgozott ott, ha nem is hosszú ideig, tehát az ő barátja, Pál László. Hát még ott dolgozott köztük. Most Pál Lászlónak megnézzük egy tájképét, hát elég sok van a Nemzeti Galériában, kiállításon is. Hát mellé teszünk mondjuk egy ilyen nagy fával hát ékeskedő Csontvári képet, mint mondjuk az Zarándoklás a cédrusoknál, Libanonban, vagy az úgynevezett magas cédrust, hát ez két világ, ez tényleg ég és föld. Eszébe nem jut egy normális látású és felkészültségi művészettörténésznek, kettőt egy napon emlegessen. Mind a kettő jó, de teljesen más miatt jó az egyik, mint a másik. Tehát azt jelenti, hogy az egyik egyetlen látvány egyetlen nézőpontból fog meg, de úgy, hogy se a látványban adott dolgok nem mozoghatnak, se ő maga nem mozoghat, miközben festi. Na ez a Raffaello-i modell. Tehát ez a plenerig gyakorlatilag változatlanul megy tovább, csak részleteiben finomodik. Tehát az, amit neki meg kell újítani, ez a Raffaello-i világkép, ez ebből a fikcióból indul ki, hogy én teret síkvetületben adok, utalok egy bizonyos módszerrel a mélységre, de tulajdonképpen direkt módon csak kétdimenziót tudok megfogni síkban.
kidolgoztak már a reneszánszban egy módszert, amivel utalni tudok a térre, hogy nevezzük ezt. Ez a reneszánsz centrál perspektíva, úgy van. És ezzel megfogtam a harmadik dimenziót, a negyediket pedig nullázom. Egyszerűen nem törődöm el. A negyedik dimenzió az idő. A reneszánsz óta nincs idő probléma, csak tér probléma van. Időt automatikusan nullázzák. Föl se tűnik. Tehát pillanatképet festenek. Ez mit jelent? A modellnek is mozdulatlannak kell maradni, meg a festőnek is. Sem ő nem mozoghat, sem a festő nem változtathatja a látványhoz képest a helyzetét. Tehát akkor ez élő világ? Egy halott világ, természetesen. Ez a Raffaello-i világ. És ez azért nagyon fontos, mert Raffaello kiváló festőművész volt. Tehát itt nem arról van szó, hogy akkor innentől kezdve csak vacak képek születtek. Nehogy születtek vacak képek, hanem ebben a keretben adtak hírt a világot. Tehát azt jelenti, hogy előbb megállítottak minden mozgást, és utána ők is becsületesen, tehát ők is megálltak. Ők sem mozogtak, a festők sem, de mindig csak állóképről tudtak hírt adni. Tehát azt jelenti, hogy a mozgás maga, mint olyan, kimaradt a festészetből. Ez először Csontváry idejében, tehát a működés idejében kezdett problémává válni. Miért? Miért nem? Ezt most én nem részletezem, mert egy hosszú folyamat. De lényeg az, hogy a reneszánsz centrál perspektíva egy olyan, hát hogy mondjam, módszert adott a festők kezében, úgy tűnt, hogy egyszer s mindenkorra megoldotta a látványon alapuló hát, képzőművészetnek a kérdését. Na most, mikortól kezdve indul el ennek a beidegzett modellnek a hát, megingása, tehát a bennem beléje vetett bizalomnak megingása. Hát akkortól kezdve, amikor a nagyváros elkezdett, hát hogy mondjam, bizonyos mérethatár fölé emelkedni, és elkezdtek összefelé menni a párhuzamosok függőleges irányba is. Reneszánsz időben csak tőlem távolodó utcaképben csak a vízszintes párhuzamosok mentek összefelé. Függőleges az abszolútnak számított. Tehát íratlan szabály volt, hogy a reneszánsz szentre perspektívában a függőleges szent és sértetetlen. Nem lehet hozzájönni. És ez néha a reneszánsz időszakában már benne is, már bizonyos problémákig vezetett, de azt úgy szépen szőnyeg alá söpörték és ment tovább a dolog. Tehát én belül vagyok egy templomban, és onnan festek, például Dürernél van ilyen, vagy később a úgynevezett arany évszázad, 1600-as évek holland festészetében rengeteg a templom belső kép. Látom, hogy arra felé rövidülnek a párhuzamosok, tehát összefelé futnak, és érzem, itt valami gond van, mert nekem fölfelé is össze kellene, hogy fussanak. Hát ugyanúgy párhuzamosak az osztok, de nem futnak. És érzem, hogy egy teljesen irracionális térben vagyok. Hát ilyet én soha nem láthatok. Ezt egészen a fényképezés feltalásáig nem lehetett bebizonyítani, de ide figyeljetek, hát fölfelé is mennek össze párhuzamosak. Hát nem csak térben tőlem távolodva. És amikor az első ilyen fényképek bemutatnak, nézd már ide, nem látod? Hát fölfelé is így mennek össze a formák. Hát onnantól kezdve itt valami megbomlott. De igazából nagyüzemileg, tehát a teljes festőapparátust áthatóan, ez csak a nagyváros megjelenésével vált problémává. Hát amikor egyszerűen már nem lehetett. Ha távolodtak ilyen irányban az utak, az rendben van, az megy összefelé. De hát az felhőkarcolót én már nem tudok úgy megfesteni, hogy az végfüggőlegesnek lássék. Annak már óvatatlan összefelé kell menni a szemlélet számára. És ekkor indul el, hát ezt kétféleképp próbálják megfogni, az egyik a futurizmus, amelyik feloldja a formát és csinál belőle egy ilyen mozgásképletet, a másik pedig hát az a úgynevezett analitikus kubizmus. Tehát amelyik részekre szabdalja és montásként, tehát montírozza egymás mellé a részleteket. Nem tud más csinálni. Tehát be kell hozni valahogy a mozgást, mert ezt már statikus képben nem tudom megfogni. És még egy dolog van, tehát érezzük, hogy a Raffaello-i világképet mindenképp meg kell újítani. Azt, hogy ezt egy égi hang diktálja el, vagy a ráció hát hozza elő, ennek most ebből a szempontból nincs jelentősége. A más kérdés, hogy viszont a távlatokat tekintve nagyon is jelentősége van. Ugyanis ne felejtsük el, hogy amit visszahoz az analitikus kubizmus, gondoljunk ilyen képre, mint Delaunay-nak van, ez a Robert Delaunay, őnek az Eiffel-toronyról
egy egész sorozata, ahogy szépen montírozza. Az alsó részeket így látjuk, minthogyha ott állnánk alatta, aztán így dől, aztán így dől, aztán így dől. Tehát minden egyes, hát hogy mondjam, emeletnél, nincs emelete egyébként, csak minden egyes ilyen, ilyen magassági szakasznál megdönti egy kicsit. És tökéletes az illúzió. Miért? Azért, miközben nézem, hát én így nézem. Na jó, de ez nem valódi mozgás, ez az én szubjektumomnak a mozgása. Nem tudom, érthető. Tehát úgy tűnik, mintha a mozgás visszatért volna a festészetbe, de hogy tért vissza. Ez a szubjektumnak, tehát egy a nézőben egy átélt élménynek a síkravetítése. Tehát nem jött vissza a mozgás, a valódi mozgás a képbe, hanem hát az átélés folyamatának látom én a folyamatábráját. És ez nagyon fontos tudni, mert ez a futurizmusban és a kubizmusban is ugyanígy zajlik le. És ezek egyszerre zajlanak le Csontváry, hát hogy mondjam, nagy műveinek a születésével. Tehát majdnem, hogy napra egyszerre. Tehát 1905-ben már pályájában már remek műveket fest Csontváry, és akkor indul el először a fóbizmus, majd utána az analitikus kubizmus, illetve a futurizmus. Azok szinte napra egyszerre. Tehát azt jelenti, hogy akkor jön az a felismerés, hogy Raffaelot meg kell halalni, nem lehet más csinálni. Na most van egy olyan csoportosulás az európai festészetben, amelyik már eleve úgy indul el, ezek Csontváry előtt léptek pályájukra, amelyik eleve úgy indul el, hogy a mozgalomnak az önmaguk által való megnevezése, tehát az a név, amit ők maguk adtak a mozgalomnak, már eleve Raffael nevét magában foglalja. Melyik ez? Pré-raffaelizmus természetesen. Tehát ez az első olyan csoportosulás, amelyik tételesen maga elé tűzi, hogy Raffaeltól kezdve, ami lezajlott, az most elvégezte a munkáját, gyakorlatilag zsákutcában futott, elvégezte, ezt hangsúlyozom, tehát jó műveket produkált, nem arról van szó, hogy fúj-fúj Raffaello, hanem arról van szó, hogy a készlet kimerült. Tehát amit el tudott mondani, ezt elmondta, itt most valami egészen újra van szükség, igen ám, de ők eléje mentek, tehát mögéje mentek, hogy úgy mondjam. Pre-Raffaelita azt jelenti, hogy Raffael előtti művészetből meríti az ihletet és a megoldás módját. Tehát őnekik a nagy példaképük az Raffaello megelőző generációból Botticelli, talán ismert ez a név. Tehát Botticelli volt, vagy még egy kevésbé ismert, az Gentile da Fabriano, hogy kevésbé szokták ismerni. Lényeg az, hogy erre a kettőre esküdtek első, de lehet Uccellóra is hivatkozni. Tehát ezek nem voltak rossz festők, csak egy korábbi fázisát képviselték a reneszánsznak. Na most ez azt is jelentette, hogy visszafelé tekerték az időkerekét. Tehát én azt akarom, hogy egy jelennek szóló és hosszú távra üzenetet fogalmazó művészet létrejön, akkor ott nem visszafelé kell menni, hanem valamilyen értelemben föléje kell emelkedni. Nagyobb lesz erre a felé. Most ehhez viszont azonnal bejön egy asszociáció, valószínűleg neki is bejött, hogy tudnélik, az akkori magyar nyelven őt emlékszünk, nem töltötte ki először ezt a nem jól értett, vagy nem pontosan azonosított szó helyét. Csak nyilván később jött rá, hát hiszen a magyar nyelven akkor egy szakkifejezés volt. Csak nem a képzőművészet, vagy nem az esztétika használta, hanem a csillagászat tudománya. Tehát a csillagászat tudományában ez már 1800-as évek eleje óta, tehát én 1826-ból szoktam hozni a konkrét példát, mert kiváló csillagásznak az írásából tudom idézni, és nyomtatásban jelent. Ezt a kiváló csillagászt úgy hívták, hogy Fazekas Mihály, és senki ne reklamáljon, ez ugyanaz, mint aki költőnek is kiváló volt, fűvésznek is kiváló volt, tehát a korának egy univerzális tehetsége, egy kiváló hát csillagász is volt. Ő maga szerkesztette, és jó részt maga is írta a debreceni magyar kalendáriumot. És ennek az 1826. évi, hát hogy mondjam, ilyen évkönyvében, ott jelent meg a csillagos ég mozgásáról egy általános tanulmánya, ahol teljesen egyértelmű, hát itt idéztem a könyvecskében egyenes a szöveget, naput, mert a nap a maga tetsző útját, írja ő, tehát látszólagos útját, ezeknek a csillagképeknek a körében végzi, tehát a napi útját és az évi útját is. Ezért méltán nevezhetjük napútnak, és az egyes jegyeit pedig napút jegyeinek.
és hogy valaki, aki mondjuk egy hagyományosabb fogalmazáshoz szokott, az is megértse, zárójelbe oda teszi, hogy signa zodiaci vel ecliptice. Tehát a zodiákusnak vagy ekliptikának a jegye. Tehát nem lehet félreérteni. Tehát nem erről szó sincs. Egyszerűen arról van szó, hogy van egy tájékozódási alapmodellünk, ez a zodiákus. A zodiákust azt sokféleképp fordítják, az egyik fordítása az, hogy állat öv, de az a kifejezés, amit ő használ, az az ő szempontjából sokkal árulkodóbb, mert van egy háttérjelentése is. Tehát a naput egyik jelentésében nála, ezt bizonyítani tudjuk, fogjuk is, az kétségtelenül az ekliptikát, illetve az zodiákust jelenti. Na jó, de ezen túl is jelent ám sok minden, amit már az állatöv kifejezés nem fejez ki. Tehát azt, hogy itt a napnak az az energiája, ami élteti a Földön, hát a növénytől az emberig bezárólag az élőlényeket, az most itt direkt módon tud átjönni a képeket. Tehát a nap útja az a képen keresztül jön ő hozzá, de mindenkihez, aki nézi a képet. És ez tapasztalati tényleg jön. Tehát azt jelenti, hogy a napút kifejezés az sok mindent sűrít magában, de egy biztos, hogy van egy olyan jelentése, és ez nagyon jó közelítést ad a csontvár életműhöz, amikor valóban napút jegyeiről van szó, és akkor az ember megkérdezi magától, hogy akkor ezt úgy kell érteni, ezt az elhívás élményt, hogy abban múljuk majd felül Raffaelt, hogy míg Raffael kisholcot nem napút képeket festett, én viszont majd napút képeket fog festeni. Ugye ez így elég logikusnak tűnik. Na most én is sokáig ezt hittem, és akkor ért az első nagy meglepetés, amikor kiderült, hogy Raffaello is, és az összes nagy kortársa, tehát ez a nagy triász, ugye Leonardo, Raffaello, Michelangelo, mindegyik napút képet festett. Nem ebben kell fölülni. És ezt ki is mutatták, tehát két világháború között már ezt kimutatták. Ez a kép pedig, most lehet, hogy egy pillanatra le kéne oltani a világ, vagy legalábbis egy részét, mert ez jól látható kép, csak most túl nagy a világítás. Hát nyilván ráismerünk, ez Leonardo-nak, tehát Raffaello kortársának az utolsó vacsora című. Ez nem a festménye, hanem ez a festményről még az ő korában, Leonardo korában, egy nagyon kiváló grafikus művész, úgy hívták, hogy Marc Antonio Raimondi, nagyon híres, kiváló rézmetsző művész volt, és a híresebb festményeket azért, hogy terjeszteni lehessen, de nem volt még fotóművészet, tehát csak így lehetett terjeszteni, ő egészen pontos, és hát lehet mondani, hogy hát még zsenialitás tekintetében is hozzá felnövő. Ez nem az ünnepek rendje szerint van, ez egy egész érdekes, nem is ebből a szempontból vált tanúságosá, hanem utána jön a rák, amelyik a legmagasabb, nem tudom észreveszünk-e. És egy teljesen ilyen nőiessé vált figura, aki befelé hajlik önmaga felé. Tehát az a ráknak megfelelő, utána az oroszlának meg ilyen nagy gesztussal egy másik síkot nyit meg, és utána következik talán a legláttatóbb ez a szűz, amikor így magyaráz, Jézusnak magyaráz. Tehát egy szűzet nem lehet lebeszélni arról, hogy ne ő legyen az okosabb. Tehát ez a jobban tudónak a típusa. Ez biztosan a Mindentudás Egyeteméből szerezte a tudást. De ez kioktatja Jézust is, tehát neki nincs szent. Utána jön Jézus, és ő arcát soha nem festette meg kész Leonardo. Ezt följegyzik a kortársak, ugye ez a kortárs, ez egy Giorgio Vasari nevezetű festőművész, aki leírta a jeles művészeknek az életrajzát, és leírja, hogy nem festette meg soha a freskó sem Jézus arcát, és amikor felelősségre vonta a Perjel, tehát ennek a kolostornak a vezetője, vagy a prior, hogy miért nem festi meg, akkor ő nagyon szerény azt mondta, hogy azért, mert ő mint bűnös ember, ő nem méltó arra, hogy hát a világ megváltójának az arcát megfesse. Hát körvonalazta egy kicsit a sejtelmesen ott azért megjelenik. Valójában teljesen érthető módon, hát Jézus az nem állatövi egy képviselője, hát ő az igazság napja. Hát ő tölti meg tartalommal pontosan egyenként, attól függően, hogy a fénynek a sötétsége milyen a viszonya, a kost a kost tulajdonsága, a bikát a bikába, és utána és utána. Tehát ő nem ugyanabban a nagyságrendben jelenik meg, nyilvánvalóan nem lehet ugyanúgy megfesteni. És akkor utána jön ugye a mérleg, de azt hiszem, ha valaki látta a Da Vinci kódot, hát ennél
hogy mondjam, agytekerősebb filmet, de amikor rendkívül primitívet nem igen csináltak újabb időkben, de nem baj, majd gyártják a következőt. És hát azért ezzel már azért nagyon kevés embereket tettek meg, tehát azért valamest már kezd észhezt élni. Míg a viszonylag primitíve gondolkodás a közönség is. Tehát az ember látja a filmet, akkor látja, hogy na hát ezt már nem veszik be. Szóval ez már kicsit túlzás, ráadásul tök hazug, az egész elejtő végig. Tehát mindesetre utána jön János, és akkor nekünk el kell hinni, hogy ő tulajdonképpen nem is János, hanem Mária Magdolna, aki odahajol, hova hajol. Ha tényleg az lenne, akkor nyilván odahajolna. És a jellegzetes, tehát az általános képletben, amit hát nagyon sokat festettek meg, akár ikonon látjuk, akár nyugat-európai festészeten, általában János kedvenc tanítvány, hát az Jézus kedvére hajtja a fejét. De akkor pont Leonardo-ra hivatkozik, ahol meg éppen elhajol tőle, hát ez már az agymenésnek az esete. Tehát nyilvánvalóan nem nő. Egyébként az, hogy nőies, hát az a magyar nevében benne van. János, az azt jelenti, hogy János. Tehát bizonyos arányban, hát ez a mesénk hőse, az a túlnyomó részt János. Tehát azt jelenti, hogy benne még nem vált szét teljes értékűen a nő és férfi tulajdonság. Ez nem azt jelenti, hogy szeretője Jézusnak, vagy felesége. Na minden esetre az ott János, tehát az a mérleg, utána a Skorpió, az ebben a kiosztásban az iskariótes írás, tehát igazán. És akkor itt Szent Péter az, aki a nyilast képviseli, utána a papot ezzel a tartása, ne akarjatok én berántani, semmiben, nem, én elhatárolom magam. Tehát ez a bak, az egy Szent András éppen. Aztán utána jön a vízöntő, amelyik így átöltik az egész gyülekezetet, és a végén a halak az, aki két lábbal áll a földön. Az összes többi nem áll két lábbal a földön, tehát nem látni a lábakat. Az eredeti testnél még ennyire sem. Ezek asztal lábak. Egyedül a halakán. Miért? Mert a halak világkomatjában vagyunk. Tehát annak a meghatározó tulajdonság az áll két lábbal a földön. Na most ez azt jelenti, hogy ha ez nem napút kép, hát akkor én nem is tudom, hirtelen mi vagyok. Szóval ez annyira egyértelműen napút kép. Mai napig arra is használják. És ha menjünk is tovább már is, ha tovább nézzük, akkor Raffaelnek ez a legismertebb kép. Talán ezt reprodukálták legtöbbet. Ez a pápai fogadott termekben van, ezt tancáknak hívják, és ott, mint freskó díszítik a falakat. Ez az aténi iskola, amit legtöbben, vagy legtöbb helyen lehet látni. Aztán ilyen még a diskuta, amit szoktak reprodukálni. Ez a legszentségesebb oltári szentségről folyó vita, ez a diskuta tulajdonképpen a teljes címe. Aztán szokták a Parnassust reprodukálni, aztán a Bolzenai misét. Egy sereget csak egyet nem szoktak reprodukálni, és az melyik? Azt hiszem az lesz a következő, nézzük meg. Igen, hát ezt. Attila Róma falaja. Tehát például mi végig tanultuk a képeket, még azt is, amit már halála után tanítvány fejezett be, ezt viszont nem. Tehát Attila Róma falaja alatt ez egyszer úgy volt kihagyva a tananyagból, egyébként nem is szokták reprodukálni. Tehát külön kell vadászni azokra a Raffaello albumokra, ahol egyáltalán ez megjelenik. Tehát itt valami olyan félelem van Attilát, hogy ez döbbenetes. Most Csontváry leírja, hogy az első mű, ilyen vállalkozás vagy próbálkozás az volt, hogy hát akkor nézzük meg, hogy ki ez a Raffaello, akit nekem le kell győzni. Hát ne felejtsük el, hogy ő gyógyszerésznek tanult, tehát ő nem festőművésznek. Viszont ha azt akarja jelezni egy elhívó hang, már akárki legyen az, hogy neked ezt a szemléletet kell túlhaladnod, akkor nem tud más, csak Raffaelt megnevezni. Tehát Raffael neve akkoriban egy etalon volt. Mert Leonardo még fél lábban a középkorban van. Michelangelo fél lábban már a barokkban van. Tehát olyan életmű, amely egymagában képviseli a reneszánsz szemléletet, az egyedül Raffaello, mert ő elég hamar halt meg ahhoz fiatalon, hogy még ne nyúljon át a művészete a barokkban. Mert az elég hamar váltott ám a reneszánsz. A reneszánsz viszonylag rövid ideig hát virágzott, volt egy előkészítő stádiuma, de utána úgynevezett hochreneszánsz, tehát a csúcs reneszánsz, vagy tudom, minek fordítja, érett reneszánsz, az viszonylag rövid, néhány évtized. És hát ő bizony utána nagyon hamar elbújt. Tehát
ő joggal képviseli egy személyben a reneszánsz szemléletet. Na ezt kell meghallani. Most ez a kép is olyan, amin egyértelműen ki lehetett mutatni, ebben a kis könyvecskében benne is van az elemzése. Most ezzel nem bírjuk, az viszi az időt. Ez bizony napút kép a javából. És csak annyit érdemes észrevenni benne, mert itt megint hosszan-hosszan lehetne. Hát ezt 1513-14-ben festette Rafael. Most ez a két dátum nekünk magyaroknak rendkívül jelentős. Mi általában 1514-re szoktunk felsziszenni. Miért? Mert a Dózsa-féle úgynevezett paraszt háború, na jó, de azt valami kiváltotta. Tehát meg volt egy előzménye, és az mi volt? Az, hogy Bakóc Tamás, bevonult Rómára, és minden esélye meg volt arra, hogy ő lesz a pápa. Sőt, előtte már Pízában meg is választották pápát. Csak akkor még élt az előző, második Gyula, és egyszer azt mondta, hogy nem, köszönöm szépen, amíg él a megválasztott pápa, addig én nekem nem kell. Tehát ezt azért tudni kell, mert ezt például nem szokták tanítani. Tehát Pízában volt előtte egy zsinat, és teljesen szabályos körülmények közt ugyanis, ezek a pápák, ezek egész egyszerűen halakoztak. Tehát itt már régen nem arról volt szó, hogy hát tudom én, hát az isteni küldetésnek valamiféle fogalmatosítása a Földön. Semmi terület, szerző, hadjáratok, a személyes és második Gyula például katonapápa. És a katonai erényeire volt büszke. Tehát azt jelenti, hogy már annyira távol volt attól, ami egyáltalán Szent Péter örökségében valódi örökség. Tehát az, ami méltóvá teszi, hogy a lelki irányítást, vagy szellemi irányítást gyakoroljon hát a akkori világ nagy része fölött, teljesen elítottan, úgyhogy bizony maguk a főpapok ültek össze Pízában, és úgy döntöttek, hogy ez így nem lehet tovább. És ekkor választották meg, teljesen szabályos körülmény, ezt egyébként Bakóc Tamást. Tehát ő, amikor elment Rómába ezek után, és te nem vállalta, elment oda, ő kockáztatta azt, hogy ez első kanyarban megmérgezik. És az volt a szerencse, hogy ez a második Gyula, ez tényleg egy katonapápa volt, de azzal együtt benne volt ez a, szóval ami egy katonát azért jó esetben jellemez. Hogy a másik részről az erényt azért úgy meg tudja becsülni. Nem alattomos. És tényleg úgy fogadta a Bakócot, hogy nagy reverenciával, tehát mint egy a háláját is kifejező, hogy tulajdonképpen Bakóc mellette állt ki. Egy olyan esetben, amikor nyugodtan ellene is fellépetett volna. De minden esetre addig semmi veszteni valója nem volt Bakócnak, amíg élt. Tehát nem sokáig élt már, egy évet sem utána ez a második Gyula. Igen, hát csak utána mi jött? Hát utána az jött, hogy hát a Medici bankháznak a leszármazottja Giovanni de Medici, és van egy magyar főpap, aki mellett meg az egyedül az erény, és hát bizonyos anyagi javak. Hát nyilvánvalóan nem voltak csekélyek az anyagi javak, de hát bizony itt már egy pápa választáskor az, hogy valódi erényei vannak, tehát keresztény erények, ez már nagyon rossz pont volt. És bizony a Medici a bankház fiát választották, hogy milyen eszközökkel, az már egy más kérdés, de ő lett a pápa. Tehát innentől kezdve, de már korábban is volt pápa, bankár fiú, csak ennyire gátlástalan nem volt. Tehát ő volt az, aki abban a pillanatban, hogy trónra került, már küldte is a küldöncét az Alpokon túlra a búcsú cédulákkal. Tehát egy pillanatra sem szűnt meg bankárnak lenni, akkor sem, amikor elfoglalta a pápai trónt. És egyszer nem tudott másba van. És ezzel megbolygatott egy egyensúlyi helyzetet, erről itt nem volt még szó, azt hiszem, de ez egy nagyon lényeges tudnivaló. Tehát azzal, hogy ő átküldte a búcsú cédulásokat az Alpokon túlra, ő egy egyensúlyt bontott meg. Ez az egyensúly két bankház között kialakult korábban. Tehát a Medici bankház korábban tönkretette az összes riválisát az Alpoktól délre, utoljára Bardi bankházat. Ezt azért jó tudni, mert ezek a Bardiak, Peruziak, ezek mind festők mecénásai voltak. Bardi Cápolna, Peruzzi Cápolna. Tehát ezek a reneszánsz, a kora reneszánsz, hát hogy mondjam, érlelődési helyei. És az azt jelenti, hogy ezek közül egyedül a Medici bankház maradt Porondon. Az összes többi tönkretette.
És ugyanez a helyzet az Alpoktól északra megint bekövetkezett. És melyik maradt a porondban? A foggerek úgy maradt. Tehát kialakult egy ilyen egyensúlyi helyzet. És ezt bontotta meg 10. Leó a bankárgyere, amikor átdobta a maga pénzgyűjtőit, akik óriási mennyiségű pénzt szívtak el az Alpoktól északra. Hát hiszen azok a megvásárolt hát üdvösségét erről volt szó. Tehát a búcsú cédulák, hát azok óriási pénzeket hoztak át az Alpokon. Na most a fúger csak nézett, hogy ne haragudjon a világ, hát ez az én gyűjtőterületem. Hát hogy jössz te ahhoz, hogy te innen elszívd a pénzt? Hát ez hozzám kellene, hogy begyűjjön. És mit tudod tenni? Mit tudod tenni? Hát történelmi tényleg. Meghívott egy nagyon jó szándékú, de nagyon, hát most finoman szeretnék fogalmazni, csekély politikai érzékkel megállott Ágoston rendi szerzetest. Hogy hívták? Martin Luther. Ágoston rendi szerzetes volt. A legteljesebb hittel a katolicizmus híve. És akkor szépen lediktálták neki a 92 szabályszer, ott a Fugger palota, már mai napig ott van az emlékműve, Augsburg Fugger palota, ott van kitéve, itt szállt meg ekkor és ekkor a Luther Márton Fugger családnál, és itt született meg a 92 pont. És ennek az első 8 pontja semmi mással nem foglalkozik, csak a búcsú cédulán. Nem tudom érthető. Semmi köze nincsenek, semmiféle vallási vitának. Két bankháznak a vetélkedésére van szó. És ebben, ha megnézzük, hogy hányan haltak bele. Most ezt azért egyszer jó megismerni ezeket a tényeket, mai napig nem is titkolják. Mert büszkék rá, hogy igenis ők mondták, szó szerint ők mondták tolva ezt a 92 pontot. És ezzel abban a pillanatban leválasztották Észak-Európát, hát az Alpokon túl. Zsákmány területén. És egy darabig még Franciaországban is úgy volt, hogy hát azért itt még kétesélyes a dolog, az ugenották, akiket hugenották, meg nem mondom, hát azok már bizony keményen a reformáció mellett voltak, és egyetlen módja volt annak, hogy őket rekatolizálják, az mi volt? Szemben tanulni, egyszer lenészállották, aki mondtam. Tehát ezt csak azért mondom, hogy ennek elképesztő mennyiségű érték esett állapotban. Emberi érték is, anyagi érték is, és itt gyakorlatilag két nagy bankház vetélkedéséről van szó. És ki volt az, akit mai napig nem érdekelt ez a kérdés, hogy hányan pusztulnak bele a két nagy bankház. Na most az, hogy a Fugger már Rothschild néven, vagy Világbank néven megy tovább, ennek nincs jelentőség a dologban. Ezek jó folytonosak. Tehát azért kell ezekről tudni, mert egész egyszerűen ferdén látjuk, ferde szögből az eseményeket. Nem tudunk rálátni. És végig jó szándék dolgozott. Tehát aki azt mondja, hogy Luther neve Latort jelenti, nem igaz. Luther egy nagyon-nagyon vallásos, mélyen vallásos, katolikus szerzetes volt. Csak szerintem jó szándékánál lehetett, azaz az orránál fogva lehetett vezetni. És ráadásul, hát tulajdonképpen élete végéig neki nem az volt az elképzelése, hogy egy új vallást alapít, esze ágában sem volt. De utána már politikai konstelláció olyan volt, hogy levált Észak-Európa Dél-Európáról, és hát ne felejtsük el, hogy az nem reformáció volt, az luteránizmus. Vigyázzunk! Tehát az volt a lényeg, hogy onnan ne folyjon egy grant se, de egy kanyiba se folyjon tovább a Mediciek bankházán. És ezért van az, hogy onnantól kezdve északra, egész Svédországig, Norvégig, mindenütt a hivatalos vallás mai napig a luteránus. Ez nem reformáció. Reformáció gyakorlatilag csak Magyarországon volt. Ahol valóban volt, amit reformálnak. Csak hát az nem kálvinizmus volt, hanem hát az maga az ősvallás volt. És ezért van az, hogy nálunk tele van a kazettás mennyezetek hát festészeti anyaga, olyan jelképpel, meg semmi köze nincs kálvinizmus. Se Bullingerhez, se Zwinglihez, senkihez. Tehát itt egyedül itt volt, és nem szóval, hogy a Kárpát-medencében volt a legtöbb reformált vallású ember. Hát ehhez képest csak Svájcban volt, meg Hollandiában. Kész. Ezek apró kis államok voltak mindig is. És ott is ma ha Hollandiában veszük,
hát ha éppen nem tudom én, pedofil, hát hogy mondjam, szervezett állat, hát tudjuk, van pedofil párt Hollandiában. Hivatalosan bejelentett pedofil párt, gondolom ezt tudjuk, ez azért a térében is bejelentő. De egyetlen, tehát kalvinista egyházon belül, és legalább három egymással torzalkodó irányzat van. Tehát ezt csak azért mondom, hogy az, ami nálunk lefolyt reformáció cím, annak semmi közvetlen köze nincs. Nem úgy leszármazási köze, hanem csak nagyon vékony kis szálak kötik össze a kálvinizmussal, és nálam egyfolytában ezeket hangsúlyoznak. Tehát ugyanaz történik a református egyházban ma, mint amilyen a katolikus egyházban, csak nálunk, miután oltár, tehát ennél a református egyház nincs oltár, tehát nem az oltáron jelenik meg a menóra, mint ahogy jelenleg most már a katolikus templomokban egyre másra, nem tudom, tapasztaltuk-e, menóra, főhelyen, oltár. Igen, most is hallottam itt egy hír, de én magam is tapasztaltam. De bizony, oltáron ott van a menóra szépen kitéve. Úgyhogy majd lesz még meglepetésed. De ugyanaz a református egyházban is zajlik. Tehát itt ugyanaz. Ez azt jelenti, hogy a judeokrisztiánizmus elkezdi komolyan venni a judeo jelzőjét. És ez bizony, hát eddig csak abba tapasztaltuk, hogy hát elnézést, tehát egy éven belül legalább már karácsonykor vagy húsvétkor legyen már egy új szövetségi téma is. Mert egyébként egyfolytában ószövetségi témáról prédikálnak, vagy a szentbeszéd azt veszi alatt. És akkor az ember megkérdezi, ne haragudjon, biztos, hogy én jó helyre jöttem? Hát hogy mondjam, csak ennek a szövegnek nem itt kéne elhangzani. Szóval ezek azért fontos dolgok, mert szépen fokozatosan húzzák ki a kereszténységet, aholunk. És egyszer csak, tehát nem zsinagógába jöttem én véletlen? És akkor ezt halál komolyan vegyük, mert ez így zajlik, és ez nem indulat kérdése. Tehát itt nem az van szó, hogy én most dühösen elkezdek. Ez nemhogyis. Ténykérdésekről van szó. Tehát legalább ami érték a kereszténységben, tehát a krisztusi tanítást, ne engedjük már kihúzni magunk alól. De annak közvetően semmi köze nincs a menőhöz. Hát engedelmet kérni. Ezt csak azért kellett elmondanom, hogy érzékelj, amikor egy ilyen festménnyel találkozik Csontváry, hát akkor ő is tudja, mert hát mindenki abban az időben is, de hát az 1500-as években pedig, amikor ez a zsinat, tehát pontosan ez nem zsinat volt, hanem ez már pápa választás volt 1513-ban. Tehát amikor ez lezajlik, közvetlenül azzal egy időben, és azt követően készül ez a kép. És akkor mindenki tudja, hogy ez ugyan nagy Szent Leó lenne a történeti helyzet szerint, és ő az, aki állítólag visszavonulásra bírja Attillát. Itt Attila jobb oldalt, itt majdnem teljesen eltűnik, megpróbálom ezzel eltalálni. Tehát ő lenne Attila. Egy ilyen mozdulattal, és a lova is olyan, mintha egy nagy ragadozó lenne, egy sötét ló. És hát a pápa, aki hát rábeszél, hogy gondoljon vissza, hát az első nagy Szent Leona, jó, de ne felejtsük el, hogy ez a Medici fi is Leónak hát keresztelteti magát, pontosabban azt a nevet veszi föl, csak ő tizedik León. Tehát önmagát festeti meg, és ezt pontosan tudjuk, hát ez művészettörténeti tény, nem első Leó, a tizedik León jelenik meg. És ki az, akit visszavonulásra bír? Mindenki tudja, aki akkor a hunokat vezeti, és kivezeti a hunokat szellemi értelemben, Bapócnapos. A maguk korában pedig Attila. Honnan tudjuk, hogy Attila is szellemi vezető volt? Hát kihez beszél ez a két szent? A pápához vagy ő hozzá? Egyedül ő látja. Egyetlen valódi látnok van ebben a társaságban. De azt nem Leónak hívják, se elsőnek, se tizediknek, hanem Attilának. De teljesen tiszta az ő. Most ezután nagyon hamar meghal Raffaello. Állítom, hogy közel volt annak, amit itt festett. Ennyire tisztán azért nem lett volna szabad fogalmazni, mert ezt azonnal lehet érteni. Hát ebben az egész gyülekezetben egyetlen valódi szellemi vezető van. Ő hozzá beszélnek, a kereszténység nagy szentje is. Tehát Szent Péter és Szent Pál. Csak az nem a pápa. Tehát a pápának a tájékozódása csak a saját síkjában van. Ez azt jelenti, hogy ő nem szellemi vezető. Ő világi uralomnak a képviselője.
esze ágában is fölülről üzenített már. Azt hiszi, hogy ő csinál. És ezek teljesen tiszta, tehát festészetileg ezek nem olyan dolgok, hogy hát lehet ez így is. Teljesen tiszta beszél. Tehát azt jelenti, hogy ha én ezt itt meglátom, és ezt leírja Csontváris nagyon szépen, hogy a nagy csataképek, most két csataképp van, pontosabban egy van egy tanítványától Raffaellnak, azt nem lehet összetéveszteni ezzel. Azt nem ő festette, ez a nagy nagykorosztályi csatája, az egy másik teremben is van. Egyetlen egy csataképp van, és ezelőtt áll meg. Ha az ember végignézi, hogy itt tulajdonképpen, akkor hát ez egy tökéletes valmás. Mit akarsz te ezen fölölni? És akkor kiderül, hogy ez a magatartás, tehát itt mindegyiknek megvan az évkörön, tehát a nem úton a szerepe. Most ha én ezt a mozdulatot látom, hát ezt pontosan tudom, ez ezután következő, és itt kivágódik egy hatalmas erő. Ez az oroszlánnak a mozdulata. Ez táncban is azt fejezi ki, a festmény, tehát festészetben közhely. Na igen, ám, de az oroszlán az a világi uralomnak a képviselő. Attila pedig nem világi uralkodó volt, ő szakrális uralkodó volt. Tehát itt kell helyesbíteni Raffaellt. És ezért van az, hogy az utolsó meg nem festett képe, hanem csak szénvázlatban fönnmaradt műve, az a magyarok bejövetele, de ott nem Árpád-féle bejövetelről van szó, hanem Attila-féle bejövetelről. Mert az akkor, amelyben Csontváry tanult és amelyben kifejtette a munkásságot, az evidenciának vette, hogy a krónikás hagyomány az igaz. Ma bennünket már úgy tanítottak, hogy nem, a krónikás hagyomány hazug hagyomány. Az én nagyszüleim érveket vágtak a fejembe, hogy Attila a magyarok. Ez természet. Hát a képes krónika, ami királynak készült, ezt nem lehet hangsúlyozni. Tehát ez nem tömegek megtévesztésére íródott, mint egy népszabadság vezércik. Tehát ez csak a királynak. A király családjának. Ne felejtsük, az Árpádok visszamenőleg Attila származékoknak tekintették magukat, hát Árpád ezen a jogon jött be a Kárpát-medencébe. Tehát azt jelenti, hogy ha én Nagy Lajos királynak írok egy magyar történetet, én az ő saját családja történetét írom meg. Hát hogy képzeljük, hogy ennek hazudik a Nagy Lajos családjára? Hát úgy rúgják ki, hogy a lába nem ér a földet. Jó esetben. Hát igen. Hát hogy képzeljük, hogy megkínálja egy másik család, tudom én, csak azért mutatós Attila, és megkínálja, legyen akkor ez a te ősöd. Ilyen nincsen. És a képes krónikában elejétől végig Attilának egyetlen megjelölése van, magyar király. Nem hun, nem avar, avar szó elő se fordul a képes krónikában. Tehát nincs is, hát persze, hát ezek annyira tiszta ügyek, mert a képes krónika az egy krónikás családnak a legreprezentatívabb tagja. Nem is egy szövegezésben maradt föl. Csak az olyan, aminek az anyaga is egyértelműen abból a korból, valahogy egy csodálatos remekmű. De szövege az fönnmaradt korábbról is, meg fönnmaradt későbbről is. Tehát azt jelenti, hogy az egész krónikás hagyomány egyértelműen Attilát magyar király. Na most így tanultuk ezt? Ez hangon volt róla. Hát itt nem kérdés, vagy nem áttételesen, hogy lehet úgy is mondani, csak is és kizárólag magyar királyként. És így van az, hogy ha a magyarok bejövetelét megfesti, hát ezt minden méltatója, ezt az egyébként egyáltalán nem misztikus szemléletű Németh Lajos is. A nagy monográfus, ő is leírja, hogy Attila reinkarnációnak tekintette magát Csontváry, és ilyen módon, amikor a magyarok bejövetelében önarcképet fest meg, akkor ő Attila személyét festi meg önarcképpel a nyakán, és ez azt jelenti, hogy neki ugyanazt a feladatot, amit Attilának a maga korában, most már nem karddal kell, hanem ecsettel kell elvégezni. De ugyanaz a feladat. Sőt, hát ezt majd fogjuk részletezni is, hogy ott leírja, mert egy látomásban látja azt a jelentet, amit ebben a szénrajzban megjelenik, hogy tudnélik, ott megjelenik a felül a túl a csőrében a karddal, és egy elhívás élmény zajlik le, mindez hol zajlik? Bálmegben, az áldozó körben. Tehát itt egy egész másfajta őstörténetről van szó, ezt ő mind látja, megéli.
Tehát csak azt kérdezhetem meg, hogy hiteles vagy nem hiteles ez az élmény. Most Csontváryt egyik hazugságon nem sikerült élni. Tehát azt jelenti, hogy úgy tűnik, hogy ha ő ezt tényleg megélte, akkor kell lenni valaminek ebben az őstörténeti hát, álomképben, és abban ez az elhívó hang. Tehát ami ott Attilának szól, ez így kezdődik. Te leszel a világ legnagyobb. Nem tudom, hogy nem ismerős ez. Ugyanúgy indul, mint Csontváry elhívása. Csak nem azzal folytatja, hogy a legnagyobb napút festője, hanem a legnagyobb hadvezére, letöröd Rómát, és elfoglalt Pannoniát nemzeted részére. Most ugyanezt kapja meg utasításként Csontváry, csak őnála nem karddal kell, nem, hogy mondjam, hadjáratok sorozatával, hanem ecsettel. Tehát olyan teljesítményt kell létrehozni, amely az attilai tetthez méltó. Most Attilának mi a legnagyobb tette? Hát itt vannak a nagy gondok. Tehát ami miatt őt az Árpádház egyértelműen saját ősének, de nem csak genetikai alapon, hanem szellemi értelemes ősének tekintette. Az nem a sok sikeres hadjárat, és egyáltalán nem a sok győztes csata. Az, hogy a győzelem csúcsán ingyen kegyelmet tudod gyakorolni. Tehát azt az erényt, amit egyébként csak Jézus Krisztus tudott gyakorolni előtte, hogy tudni kell, halálos ellenségemnek is megbocsátok. Ő ezt gyakorolta, tehát ez a valódi tartalma annak, hogy máig nem ért meg nyugatban. Tehát nem a hadi sikerei révén, hanem éppen annak a révén, hogy a legmagasabb szinten tudta gyakorolni, amikor kétségtelen volt a győzelme, akkor nem elpusztította, nem legyilkolta, nem kirabolta, nem fölégette, mint ahogy annyi más hadvezér előtt és utána Rómát, hanem megkegyelmezett neki. Most ez egyébként hadvezér részéről érthetetlen. Hát egyszerűen nem lehet érteni. Ez csak az érti meg, aki ismeri a szkíta erkölcsét. Mert abban csak egymás ért való harc méltó az ember. Tehát azt jelenti, hogy az mondhatja magát győztesnek, hogy az ellenfelét maga fölé tudja emelni. Most ezt viszont a mai napig nem érti meg a világ. Miért? Mert ott nem ismerik a szkíta erkölcsöt, ott káini erkölcs uralkodik. Tehát az van, hogy te egy nuja vagy, mert ott volt a kezedben a győzelem, azt nem használtad ki, de nem. A legmagasabb szinten használtad ki. Tehát ez az, amit mai napig nem ért meg a világ. Most Attilában ez volt a minta, amit a magyar királyoknak adott végig az Árpádházban, és ezt próbálta a képes krónika képekkel is foghatóvá tenni az Anjou, tehát az első külföldről szalajtott dinasztia részére. Megértették ezt? Hát elég korlátozottan. Tehát Károly Róbert szemmel láthatóan egyáltalán nem értette meg, nagyon sok mindent megértett belőle, de azért ne felejtsük el, vitte a magyarságot Itáliába dinasztikus idejében. Ez teljesen megengedhetetlen. Tehát a magyar nemesség nem hagyhatja el a Kárpát-medencét. Tehát csak itt lehet hadra fogni. Tehát mit csinált? Familiáris rendszert alakított ki, és vitte a magyar katonát külföldre. Most ez megengedhetetlen. Tehát egy semmiféle indokolt. Ezt aztán lehet ezzel amazzal, hogy nagy politikát tűzött, nem nagy politikáról van szó. Másokat mi semmilyen ürügyen nem gázolhatunk le, ennyit erről. Tehát már látni, hogy bejön az első dinasztia, már nem érti meg, hogy miről van szó. Hát ennyi kéz, be kell fejezni, persze, mert mennek mindenféle vonat, busz és egyéb jármű, már a helikopterek sem. Jó, akkor valahol itt folytatjuk majd a kérdelet, és hát három tétel, most már nehezén túl vagyunk. Tehát ez a bevezető, ez tulajdonképpen a nehezen elkezdhető rész, de hát ennélkül meg semmit nem értünk meg. Jó, köszönöm a szíves figyelmet. Köszönöm.